Nagyon örömmel köszöntök mindenkit, mert úgy gondolom, hogy ez a téma, Attila és a nyugat mindenléte, ez az emberiség kulcskérdése és a mi életünk kulcskérdése is. Olyan dolgokat lehet megérteni ebből, ami megvilágítja a mai világot, a mai helyzetet és a jövőt. Miről van szó, kérdőm? Az első... Rián, látszik azt, hogy először olyan tudományos eredményeket szeretnék bemutatni, amik a legutóbbi időben kerültek napvilágra, és amik egészen más színben tüntetik föl a hunok mindenlétét, mint ahogy azt tudjuk, és ahogy az iskolában tanultuk, vagy ahogy a hivatalos történetírás ezt bemutatja. Először is van egy Douglas Price és kutatócsoportjának megjelent a nagyon tekintélyes Antiquity című folyóirat 2001-es számában, a 75-ös kötetben egy tanulmánya, ami kimutatja azt, hogy Magyarország volt az Európa kultúrközpontja. Időszámításunk előtt 5700-ban innen indult el a földművelés, a házépítés, és a vonaldíszes kerámia kultúrája, mégpedig nem úgy, ahogy egyébként gondolhatnánk, hogy innen népesült volna be Európa, hanem úgy, hogy kis csoportok, 10-11 néhány fős csoportok rajzoltak ki Európába, különböző körzetekben, és ezek a csoportok sokkal magasabb műveltségűek voltak, mint a helyi népesség, amit találtak Európa szerte, és ezek vitték szépen tudást. És itt már is egy olyan ténnyel találkozunk, amitől elszoktunk, mert mihez szoktunk? Ahhoz szoktunk, hogy úgy képzeljük a világot, ahogy most megy, és akkor úgy gondoljuk, hogy ez mindig is így volt. És mire gondolok? Arra gondolok, hogy amikor a korunk legmagasabb vívmánya, mondjuk az angol száz kultúra, hát mi lehet annál magasabb, amikor ezek az angol szászok elmentek Indiába, vagy portugálok még őket is megelőzték, akkor mire voltak kíváncsiak? Azért mentek, hogy elvigyék azt a magasabb szintű kultúrát, hogyha magasabb szintű volt, amivel ők rendelkeztek, vagy esetleg ők is tanuljanak valamit azoktól. Hát, ha azok is az indiaiak között is van olyan, aki esetleg tud valami arra érdemlegeset, ami esetleg érdekes lehet az itteni embereknek, nem. Hanem kizárólag arra irányult a tevékenységük, hogy hogyan tudnák kirabolni, hogyan tudnák gazdaságilag megrövidíteni az ott lakókat, és gyarmatosítani. Jellemző, hogy amikor Kínát meglátogatták, amit talán nem mondható rendkívül civilizálatlan, barbár társaságnak, őket a kultúra, a modern kultúra betetőző, legmagasabb civilizáltságú angolok, mivel köszöntötték egy kis ópiumháborúval, az mindig jól jön, az jó fényt vet arra, hogy milyen magas kultúrával tudják megajándékozni ez talán nem annyira óhajtó, civilizálatlan barbár kínaiakat. De hát tudjuk azt is, hogy amikor a spanyol rendkívül fejlett civilizátorok megjelentek Amerikában, milyen áldásos tevékenységet folytattak ott, nyilván az indiánok közfelkiáltással megszavazták, hogy lennének nem kedvesek kiirtani őket, és az összes könyvüket esetleg, hogyha el tudnák égetni, azt nagyon megköszönnék. Mert ez történt, és hát nem tudom, hogy mennyire érezzük érintve magunkat, de azért nem csak arról van szó, hogy hát a messzi törzsek azok nem is számítanak, hát tulajdonképpen nem is annyira emberek, meg hát annyira civilizáltak ezek az indiánok, meg is érdemelték. Hát. Meg a szemkönyvükre kikíváncsi a kutya sem, ugye főleg itt, hát ahol mindent tudunk, angol száz kultúrát, itt van nekünk, bármikor olvashatjuk. Régebben még az orosz nyelven a Szovjet Uniónak az irodalmát is olvashattuk, és hát mennyire sokat fejlődtünk. Úgyhogy, de azért meg érdemes meggondolni, hogy ez a fajta jelenség, hogy a másik kultúráknak a azonosítása, kiirtása, leigázása és a szándékos lezüllesztése, ez nem korlátozódik. Ez a technikai találmány, a modern kultúráknak talán a leg
az igazi csodafegyvere, ez nem korlátozódik kizárólag arra, hogy más népeket ajándékozzon meg az európai kívül, hanem európai népekre is gondolt maga az európai civilizáció, igyekezett az európai népeket is ebben az áldásban részesíteni, amit aki úgy gondolja, nyugodtan tehet idézőjelbe, hiszen bár azért általában elfelejtjük, jótékonyan szemet mondjuk a fölött, az apró kis tényeske fölött, hogy hát bizony itt Európában történt meg az, hogy a görög kultúrát úgy, ahogy van, igyekeztek ugyanerre a sorsra juttatni, az összes könyvet elégetni, a görög kultúrát úgy, ahogy van, betiltani, fekete listára tenni, és hát nem történt ez sokáig, mindössze talán 1200 éven keresztül tartott ez így, és tulajdonképpen csak azért szűnt meg, mert az arabok nem átaltak Arisztotelész és egyéb görög szerzők műveit megőrizni, és aztán, amikor bejött a Spanyolországba, akkor hát nem lehetett megakadályozni, hogy valahogy benne szivárogjanak ezek a tiltott irodalmak, amit a görögök írtak Európában. Úgyhogy hát így nem volt teljesen sikeres a kultúraírtás, de azért minden megtettek, kellett mondani. De hát még, hogyha a görögökön kívül meggondoljuk azt, hogy hát a németeknek, meg a franciáknak a történelmét is nem ismerhetjük, az őstörténelmüket nem lehet ismerni. A franciák rosszul gondolják, a hagyományok megbízhatatlanok, a krónikáik teljesen hiteltelenek, ők tulajdonképpen nem azok, akik, hanem valami egészen mások, és azt majd megmondják nekik, hogy ők kicsodák, hát ők is így jártak. Tehát tulajdonképpen Európában azt lehet mondani, szinte minden nép, a magyar csak kivéve, nekünk sem lehet, mi sem lehetünk azok, akik vagyunk. Valamiért úgy gondoljuk, úgy látszik mi európai népek, hogy milyen jó lenne, hogyha mi nem azok lennénk, akik vagyunk, hanem esetleg pontosan ugyanazra az áldászdikkel írtanák minden kultúrát, mint a magunkét is, és valamiért ez a civilizációnak egy rendkívül fontos tevékenység. Tudjuk, hogy ez még ma is folyik, akik ilyen előadásokra járnak, azok tudják, hogy ez a kultúra, a hivatalos és nem hivatalos kultúra közötti ütközet még most is tart, Magyarországon is a fénykorát élni, azt is lehetne mondani. Tehát a jelenben is érezhetjük ennek a nyugat-európai törekvésnek a súlyát, és az iskolai történelmi tanítást, hogyha ismerjük és összevetjük azokkal az ismeretekkel, amiket máshol hallunk, akkor valahogy érezhetjük, hogy hát úgy tűnik, hogy ezek a törekvések nem zárultak le. És talán nem is fognak, hogyha nem teszünk érte valamit, és azért gondolom, hogy érdemes tenni valamit, mert hogyha összevetjük ezt a két, hogy mi az, ami be van tiltva, mi az, amiről nem tudhatunk. Arról tudhatunk, hogy a portugálok, az angolok lezüllesztették kegyetlenül, gyarmatosították, kirabolták, pusztították az indiai kultúrát, és hát ahova mentek, hogy a gyarmatosították a világbirodalmat, azt a létre, és hát azok a népek, akik ennek a szenvedő alanyai voltak, elvesztették a kultúrájukat. Azt is tudjuk, hogy a kínaiak is hogy jártak az opium háborúból, hát nem jártak jól, nem emelkedett a kultúrájuk még magasabb fokra. Azt is tudjuk, az indiánok se jártak jól. Tehát tulajdonképpen amit látunk, az, hogy mindenütt a kíméletlen rablás és a lezillesztés folyik, az anyagi érdekek minden másnál fontosabbak ebben a rothadó félben levő civilizációban, ami rothat már egy pár ezer éve. És ez a hivatalos vonal, a rothadás, ez az egyedül üdvözítő. Ez kell, valamiért ez nagyon fontos mindenkinek, aki Európában lakik, mint hogyha fölesküdtünk volna rá, bár nem minden egyes ember, hanem inkább csak azok, akik az arra hivatott intézményeknek a vezetői, irányítói és tagjai, tehát az erőszak szervezeteknek, azoknak, akik gazdasági, anyagi érdekeket tudnak érvényesíteni. Ott ez rendkívül fontos. Na és hogyha ez így van, akkor valahogy az ember azt mondja, és ezt tapasztaltam én is, hogy nyugati civilizációban is általános a megfigyelés, hogy ez a nyugati civilizáció eléggé rothadt. De hát rossz a világ, hát mit lehet tenni? Ugyan külön-külön az emberek jók szeretnének lenni, és mindenki panaszkodik, hogy hát nem ilyen, ha rajta volna, nem ilyen világban élne, de nem tehetünk semmit, hiszen a szervezet kisebbség az valahogy sikeresen rothaszt, mi pedig a szervezetlen többség sikertelenül próbálunk valamit építeni. Ez a felállás. Ez folyik az utóbbi pár ezer évben. Nem tudunk megvetni a lábunkat, viszont akik egyszer megvetették a lábukat, az a parányi kisebbség, az viszont sikeresen őrzi a bástyáit. És ezért úgy gondoljuk, hogy talán ez így volt mindig, ez a világ rendje, hogy az ember már olyan, hogy ha
valahova beteszi a lábát, akkor megrohasztja maga körül a légkört. Ugye, nem tudom, ismeritek-e, vagy ismerik-e azokat a humorokat, ugye, hogy két bolygó beszélget, és akkor kérdezi az egyik a másikat, hogy hogy vagy. Azt mondja az egyik bolygó a másiknak, hogy hát sajnos nem jó, képzett influenzám van. Na és te hogy vagy? Hát az influenza vírus elszakad rajtam. Hát na és te hogy vagy? Ó, ne is kérdezz, nekem emberem van. Úgyhogy ez mutatja, hogy egy kis fényt vett arra, hogy az ember kezdi fölismerni, a nyugati ember is, hogy hát mit művel ezen a Földön. Na most azt gondoljuk, hogy ez valahogy az ember természetéhez tartozik, az ember bűnösnek született, az ember mindig is ilyen volt, az ember már javíthatatlan, az ember egy féreg, vagy annak is az alja, az egész természetnek a legfogadtabb tagja. Csak hogy ez nagy tévedés. És hogy ez nagy tévedés, az mindjárt ki fog derülni abból, amit is szeretnénk, amit bátorkodni kell mondani. Mert nem csak azok a törekvések léteznek a történelemben, amik lezillezték az emberiséget, legalábbis az emberiség összetartását, az emberi értékeket, hanem léteznek olyan törekvések, amik a közösségi összetartást és az emberi értékeket fölemelik. Ilyenek is léteznek, és ez is meghatározója az emberiségnek, sőt, az emberi történelemnek. Ilyen jelenségek is vannak. Hallott valaki ilyen történelmi eseményekről? Tanultunk az iskolában sok ilyen eseményt, ezért mindenki kívülről tudja, úgy látom. De hogyha mondjuk rablásról vagy gyilkolásról van szó, valaki, van olyan valaki, aki tud jelentkezni? Kérem, tartsa fel a kezét, aki hallott már esetleg háborús erőszakról. Van olyan, itt ebben a templomban? És ennek a fordítottjáról, ugye, hogy valaki kultúrája, a másik idegen kultúrát szeretnék kulturálisan fölemelni, és ezért él, és ezért tevékenykedik. Hányan? Na hát, én is így voltam ezzel. Bizony. Tehát az olyan, többek között az is a sikerét tanúsítja ennek a rothasztó világmozgalomnak, vagy a világra rátelepedő kisebbségnek, hogy nem tudjuk, hogy lehetne másképp is. Na hát, még csak alig pár ezer év telt el, hogy rothasztanak bennünket. Hát honnan tudhatnánk, hogy másképp is lehetne, mint az, hogy állandóan rothasztanak bennünket? Arról mi nem hallottunk semmit az égvilágon. Na hát ezért tartom én ezt egy kulcskérdésnek, ezt a témát, mert amiről beszélni fogok, mert már az elején olyan régészeti tényekben ütközöm, akaratlanul, anélkül, hogy ebbe bármi szándékosság lenne. Egyszerűen a természettudományos módszerekkel, izotopanalízissel, pártpolitikai elfogultságtól mentesen, a természettudományos alapján kimutatták, hogy volt egy kultúra éppenséggel történetesen a Kárpát-medencében, ahonnan kis csoportok mentek szét a környező országokba, egész Európába, azért, hogy a környező népeknek a kultúráját segítsék, fölemeljék és magasabb szintre emeljék. Na majd erről még tudnék beszélni még sokat, de remélem, hogy még több helyen vissza fog erre kapcsolódni. Na nézzük azt, hogy miből állt ez a magas műveltség. Ez a magas műveltség sok olyan régészeti nyomot hagyott, mert milyen kultúrában élünk most, ami csak és kizárólag nem a szellemi kultúrát, hanem ugye az anyagi érdekeket kell elsősorban érvényesíteni tűzzel vasson. Tehát, hogyha már kultúráról beszélünk, annak is csak az anyagi oldal, a tárgyilag megragadható, ugye az számít a kézzel fogható. Valami, na nézzük a kézzel fogható dolgokat, mert hát a szellemi dolog az nem számít a szellemi dolog. Sokkal kevesebb. De azért vannak tárgyi megfogható több ezer éves nyomok is, mint például egy apró kis érdekes dolog. Tudjuk azt, hogy létezik egy olyan építmény, amit úgy hívnak, hogy Stonehenge, nagyon szerencsés területen áll, angol száz területen, ezt ismerik világszerte, ez nagyon híres. Ugyan fogalma sincs senkinek, hogy kiépítette, különböző elképzelések látnak napvilágot, de tulajdonképpen senki nem tudja. Van, aki azt mondja, hogy a Bellbaker, leképítették, milyen szép angol száz neve van, na erről aztán nem tudjuk, hogy mi lehet, mit akarhat. De hogy a Bellbakernél kicsoda volt, azt nem tudják azok se, akik ezt Bellbakernek nevezik. És azt, hogy mondjuk Stonehenge-hez hasonló építmények léteznek Magyarországon, hányan hallották itt a teremből, hát kérdezem meg. Igen? Igen, hallottam. Igen? Ott is van már? Igen. Szintén. Na, hát vannak akkor.
Amikor én elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, ugye csillagász vagyok, és van egy olyan csillagász kollégám, akinek a halomsíros temetkedés a szakterülése, és évtizedek óta ezzel foglalkozik, könyveket írt erről a témáról, megkérdeztem tőle, hogy vannak-e Magyarországon Szolnyáshoz hasonló kőkörök, vagy ezeknek a nyomai, és mondta, hogy hát nincsenek. Mondom, érdekes, pedig én, nekem itt van a kezemben egy könyv, Makai Jánosnak a könyve, igaz, hogy német nyelven íródott, hogy valahogy nem sikerült magyar nyelvre lefordítani, de hát ebben találtam 17 olyan dokumentációt, amiben régészeti dokumentációt arról, hogy kőkörök, hatalmas Szolnyáshoz hasonló kőköröknek a nyomai, úgynevezett körárok rendszerek léteztek Magyarországon, illetve vannak csak. Ezeket aztán igyekeztek visszatemetni, még mielőtt bárki kiszabolná, hogy ilyenek vannak. Gyorsan visszatemették, és most már ugye próbálják elfelejteni, hogy ezek léteznek. Tehát léteznek ilyenek, és hát erről, ezekről a kőkörökről írtam egy 9 részes vagy 10 részes sorozatot a Kapuban 2005-ben, tavaly jelent meg. És az az érdekes, hogy itt van például a Régészeti Intézet egyik munkatársa írva arról, hogy a neolitikus, vagyis az új kőkori, vagyis az azt jelenti, hogy időszámításunk előtti 5000 éves év környéken, tehát pontosan, amikor a vonal díszes kerámia indult, ahol a vonal díszes kerámia utókultúrái léteztek, ott szinte mindenhol nagyobb számon találtak árokrendszereket, körárkokat, a modern légifotózás segítségével, ilyen következő. Itt a Makai Jánosnak a könyve. Na most azért a régészek, létezik olyan régész, aki tud róla, hogy ilyen kőkörök, illetve kurgánok. Na most, hogy a kőköröknek közük van a kurgánokhoz, az még úgy látszik, hogy nem mindenkinek világos, legalábbis itt tapasztalatom. Mert a kurgánok azok olyan 70-100 méter átmérőjű hatalmas kőkörök, amik többször ilyen egyközpontú, koncentrikus kör átszert alkotnak, és ezek olyan temetkedések, amik fölé nagy dombot szoktak emelni, és ugyanakkor léteznek olyan kurgán kultúra, nagyon sok szempontból ugyanolyan, mint a kőkörök, csak az, hogy létezik-e mellettük kőoszlop vagy nem, az egyetlen megkülönböztető elem benne. És ott van például egy olyan kőkör, amit polgárcsőszalon mellett tártak föl, és ami időszámításunk 4800-ban épült. És ez az óriási körállók rendszer, ez nem egy olyan nagy halom, ami egy temetkedést jelentene, hanem ez egy öt körállók rendszer van egymás körül, és ebben nagykorongokat is találtak. Úgyhogy minden jel szerint ez egy vallásos szertartás központ volt, vagyis a kőkörök. De kőkörök, egy ókori kőkörnek a nyomára gondolhatunk. Tehát ez úgy a Stonehenge-hez hasonló építmény lehetett, csak Stonehenge időszámításunk előtt 2300-ban épült, illetve 1800-ban, több részben Stonehenge 1-2-3 különböző korszakokban másképp és másképp építették föl, legelőször szarvasabancsokból építették föl, utána jöttek, akik kőoszlopokkal építették föl, és a kőköröknél persze ezekre a kőoszlopokra gondolunk, de ezeknek voltak olyan elődei, amik nem kőkör, hanem volt, ami fából épült, faoszlopokból épült, volt, ami szarvasabancsokból épült, tehát ezért a kőkörök és a körállatrendszerek szoros rokonságban állnak. Na most a kurgánokkal is nagyon szoros rokonságban állnak, és kurgánokat pedig sok ezer kurgán találtak az Alföldön, és ugye a Bakai Kornél, aztán nem csak az Alföldön, hanem a Kárpát-medence egészében, a Kaukázusban, Dél-Szibériában, Közép-Ázsiában, Belső-Ázsiában és Mezopotámiában. Vagyis tulajdonképpen ott, ahol a szkíta népek éltek. Tehát a kurgánok azok valahogy a szkíta népnek a területén jöttek létre elsősorban. És érdekes még, hogy olyan területeken, mint Indiában például megmaradt az a tudás, amit egy Metcalf nevű szerző könyvében olvasható is, hogy Indiában mindenki tudja, hogy ahol kőkört látunk, ott szkítákra kell gondolnunk, mert kőköröket mindenhol, csak is szkíták építettek. Úgyhogy hogy Európában kiképítették a kőköröket, azt nem tudjuk.
ez már önmagában gyanús, mert hogyha indo-európaiak építették volna, hogy mi, akkor már az végig kimutatták volna. És az, hogyha viszont magyarok vagy szkíták építették volna, akkor azt esetleg nem annyira tetszik a dolog. És nem tudják helyre tenni sem, mert nem ismerjük az ősi magyar műveltséget. Úgyhogy így fordulhat elő, hogy nem tudják. De már a világnak más tájain tudják. Sőt, még Európában is úgy tűnik, hogy tudják, mert egy jezsuita szerzetes még ezt kijelentette, a kijelentésen fölmaradt a nyoma, hogy Európában is a kőköröket mindenhoz szkíták építették. Csak hát azóta újra fejlődött a modern civilizáció, sikerült a múltat majdnem végképp eltörölni, és hát így most már kevesebbet tudunk a múltról, most már nem tudjuk azt, amit a jezsuita tudott, mert a diadalmasan fejlődik a történelem hamisítás, és a hivatalos történelemtudományban ez egyre meghatározó. Emellett aztán a természettudomány is halad, és akkor valahogy a kettő ütközik gyakran, és hát én pontosan ezt a ütközést szeretném érzékeltetni. Az is tény, tehát, hogy a Kárpát-medence kultúrájának a szerepe Európában milyen volt időszámítás körül 5000-ben és a rákövetkező évezredekben, hogy egy olyan könyvben is, ami a hivatalos történettudományhoz tartozik, ott is valahogy az új tudományos eredményekkel lépést kell tartani. Ezért most ebben az új kiadványban, ami 2002-ben jelent meg, egy olyan a részkornak a korát előbbre kellett tenni a Kárpát-medencében, mint ahogy Nyugat-Európában vagy Európában máshol van, illetve máshol nem is, legtöbb országban nincsen részkor egyáltalán. De a bronzkor is a Kárpát-medencében időszámítása 2800-ban kezdődik, nem úgy, mint a más országokban, ahol pedig még ma is általános az a lehetőség, hogy 1000 évvel később, vagy 1200-1400 évvel később kezdődött Nyugat-Európában a bronzkor, mint Kárpát-medencében. Úgyhogy ezek az újabb eredmények bekerültek ebbe a könyvbe, valahogy sikerült bekerülni részben, de nem mindegyik, és olyanokat is szeretnék elmondani, ami nem került bele, és ami olyanokat is, ami azóta látottan világos. Úgy ebben a kiadványban, ami a Magyar Nemzetmúzeum régészeti kiállításának a vezetőjében, azért szerepelnek olyan mondatok a 40. oldalon, például, hogy a filmművesség robbanásszerű fellendülése tapasztalható a Kárpát-medencében időszámításnak 5.-4. évezredben. Itt is megfigyelhető egyébként következetesen mindenben a magyar idegen, vagy magyar ellenes beállítás, hogyha megnézik a szomszédos mondatokat, vagy egy másodlagos kisugárzási központ, mert ez a közel-keletről jött, és stb. Amit aztán más helyeken, ez más összefüggésben jelenik meg, és ahol nem ezt hangsúlyozzák, illetve az ilyen beállítástól függetlenül próbálják tárgyalatosabban bemutatni a tényeket. Kérem a következőt. Aztán egy újabb könyvben, ami 2004-ben jelent meg, egy ilyen hatalmas, nagy alakú, ilyen vastag monográfia német nyelven, az a címe, hogy Jovarhordozók, a Sztyeppe urai. Nem találkoztam még vele, hogy bárhol megemlítették volna ennek a hamburgi professzornak a nemrég megjelent hatalmas monográfiáját. Vagyis hát 2 éve eltelt azóta, de Magyarországon valahogy még egy hangot nem hallottam arról, senkitől sem, hogy erre a könyvre felfigyelt volna. Pedig ugye elég vaskos és hatalmas nagy alakú, 56 ábra van benne, 8 fénykép. És mi benne, hát ezt nem tudom most elmondani, de azért hogy érzékeltesse belőle valamit, hogy időszámításunk előtt 5100 körül Erdélyből indult a jogarhordozó kultúrája. Most a jogar, azt tudjuk, hogy egy királyi gyermény. A jogarhordozó kultúrája, ezt úgy lehetne mondani, hogy az a természetes, hogy akkor azt jelenti a királyoknak a kultúrája. A királyok hordozzák a jogarakat. Tehát itt lakott egy olyan nép, aminek a tagjai királyok voltak. Nem az a felállás, mint máshol, hogy van egy király, vagy egy sincs, ugye van fejedelem, vagy törzsfő, vagy mafiafőnök, hanem van egy király, egy másik király, még egy király, mindenki király. Királyi nép. Létezik ilyen a történelem ismert királyi népet, az a nevük, hogy királyi nép, pontosabban királyi szkíták. Egy olyan nép van a világon, ami királyokból áll, az a szkítáknak a népe. Hát itt mit ad Isten? Az történt, hogy hát ezek a jogarhordozók,
talán nem merte királyoknak nevezni őket, de majd szeretném őket közelebbről is bemutatni, hogy lássuk, hogy kikről van szó, és hogy mennyiből nevezhetők ők esetleg királyoknak is, vagy ők egyáltalán királyok, de azért jogaduk van, de az csak azért van, mert ők valamiért jogal szeretnénk fordítani, és különben semmi közük nincs a királysághoz. Akkor sem, hogyha létezik egy olyan itt, amit királyi szkíváknak hívnak. Na most éppen történetesen Erdélyből indult ez a jogalkordozó királyi kultúrája, és kapcsolatot tartott fönn, kialakított 5 olyan kultúrközpontot, amivel folyamatosan évezredeken keresztül, amíg ez a sztyeppei kultúra, vagy úgy is mondhatnánk az ókori szkítiának a kultúrája, amely Kárpát-medencétől Kínai és Indiáig tartott. Ebben ő csak 5 központot említ meg, tehát ő a kínai, indiai, közép-ázsiai területekről most itt nem tesz említést, pedig az is ide tartozik. És ez az 5 kulturális központról viszont kimutatja azt, hogy szoros kapcsolatban álltak. Sok ezer kilométeren keresztül, sok ezer éven keresztül szoros kapcsolatban álltak. Ez nagyon érdekes dolog, mert a magyarságból is feljegyezték a magyar krónikák, hogy Ezilát földjéről jöttünk, és ahogy édesapám Rampier K. Endre kimutatta a Tarih Indulis pogánykori ősgeszt a nyomán, a magyarok azért jöttek el Közép-Ázsiából, ma Iránnak, mert azt mondják, hogy Irán területéről gyakran mondják, de ez az Irán, ez egy nagyon helytelen megnevezés. A történészek fadilában állnak a saját tudományuknak a következetes elgondolásával, akkor, amikor korszerűen elnevezéseket alkalmaznak. Irán vagy Perzsia létezik körülbelül az időszámításunk előtti 6., 7., 8. századtól, tehát amiről itt szó van, időszámításunk előtti 5000-ben, hát Iránnak se híve, se kora. Tehát ez nem lehet Iránnak nevezni, hanem valahogy másképp kell elnevezni. És Evilát néven szerepel a kronikánkban, és édesapám kimutatta, hogy amikor mi ide visszajöttünk, illetve Árpád népe visszajött a Kárpát-medencébe, akkor közben még ugye sasok támadták meg a magyarokat a krónikák hagyományaink szerint, és ezek a sasok is a csodaszarvas mondta hagyományában azt jelentették, hogy Istentől is kényszerítettének a magyarok, hogy jöjjenek minél hamarabb vissza a Kárpát-medencébe. És ez is más nyomok azt mutatják, hogy azért jöttünk vissza, mert sürgősen vissza kellett jönnünk, mert az itteniek hívtak bennünket, hogy jöjjünk vissza, mert nagy baj van és szükség van ránk. És amikor ide bejöttünk, akkor itt írja a Tarih Indulis, velünk azonos indulis nyelven beszélő népet találtunk. Tehát az itteni magyarok hívtak bennünket, amikor Árpádra bejöttünk, de akkor is, amikor Nimród és Nimród fiai Hunor és Magor bejöttek, akkor is őket is ők is azért jöttek vissza, több ezer év, ugye mikor ért Nimród, a vízezen után. És a vízezen mikor volt, hát ez nem feltétlenül egyértelmű, de hogyha arra gondolunk, hogy a vízezen az a jégkorszak elmúlása után a hatalmas nagy, több száz méter vastag jégpáncél elolvadásával együtt járó óriási időszakot jelenti, amikor a vízből jég lett, és hirtelen óriási esedések egész korszak köszöntött be, amikor a víz szintje is több száz méterre megemelkedett. Ha erre a korszakra gondolunk, akkor ez azt jelenti, hogy időszámításunk előtt 10 000 környékén vagyunk. És hogyha akkor jöttünk vissza a Kárpát-medencébe, akkor azt jelenti, hogy több 10 000 évvel ezelőtt az itteni magyarok és a közép-ázsiai magyarok tartották egymással a kapcsolatot. És az összetartozás érzése is megvolt. Na most, hogyha ilyen erős összetartozás érzés van, képzeljük el mondjuk a amerikai magyarokat, akiknek a harmadik nemzedéke már gyakran nem érzi magát magyarnak, hanem amerikanizálódik. Ők viszont több tízezer éven keresztül tartották a magyar mi voltukat. Akkor azt kell mondani, hogy az itteniek magyarok voltak, mert ők a magyar összetartozástból jelesen vizsgáztak, mert tartották a kapcsolatot a közép-ázsiai magyarokkal, és az itt közép-ázsiai magyarok is tartották a kapcsolatot velük, és vissza is jöttek. Ott hagyták azt az országot, azt a hazát, amiben sokáig éltek, föladták a Kárpát-medencei magyar és az a kedvéért. Úgyhogy, ha ezt látjuk, hogy akkor az, hogy ez az 5 kulturális központ tartott egymással a kapcsolatot, akkor ez egy érdekes
párhuzamot jelent, mert azt mondja, hogy itt egy olyan kultúráról van szó, ami több ezer kilométeren keresztül, több ezer éven keresztül képes megszervezni földrészekre kiterjedő kapcsolat, fönntartást. Na most egy érdekes tény, ami tavaly látott napvilágot, hogy felfedezték Európa első civilizációját. Szintén légifényképezéssel, mint amiről már szó volt, hogy a Kárpát-medencében is sok földrészeket fedeztek föl. Hát nem csak a Kárpát-medencében, hanem ahol az emberek, ezek a kis csoportok jártak, ott kőköröket építettek, és így aztán Németország, a mai Németország területén is, és máshol is, Nyugat-Európában, és akkor ezeket elkezdték megvizsgálni, és kiderült, hogy egy időrendet is lehet ezekhez hozzárendelni, és ez az időrend arra mutat, hogy ez az Európa első civilizáció, ami egy tempomépítő nép, ez az időszámítás előtti 5. évezred körül a Kárpát-medencéből, illetve ahogy az Independent írja, Észak-Szerbia területéről, kérdezem, hogy hol voltak a szerbek, Észak-Szerbek, idézem, hogy előtt 5000-ben, ami még nem rég, még ugye Nándorfehérvári Magyarországhoz tartozott. Tehát innen indult ezt még az Independent angol magazin, vagy angol lap, angol napilap meg tudta írni, de hát sajnos magyar nyelven a Magyar Nemzet, vagy a Népszabadság, vagy az egyéb napilapok még eddig nem találták elég érdekesnek ezt a kérdést, és ők is megírják. Jó, hogyha az angolok tudják, nem kell azt nekünk tudnunk, hogy minden indult Európa első civilizációja, és hát megtalálható a világhálón is, mindjárt a két cikk. És az, hogy templomépítő magas kultúra rajzolt ki az ókori Közép-Ázsiából, Mezopotámiából, ami egy nagyon érdekes dolog ez a Mezopotámia. Mit jelent az, hogy mezó? Azt jelenti, hogy között. Mit jelent az, hogy potámia? Ugye? Ki találja? Folyó. Folyó, illetve folyam. Igen, tehát a Mezopotámia folyam köz. Tigris és Eufrátesz. Érdekes. Itt nálunk mi van a Kárpát-medencében? Duna és Tisza. Aztán van még a Dnyeper és a Dnyeszter. És még sorolhatnám ezeket. Ezek érdekes dolgok, mert hogyha két folyó, hogyha van egy folyam köz, ugye a folyamok azok úgy szoktak folyni, ezt már megfigyeltem, hogy valahogy szeretnek a magasabb helyről a mélyebb hely felé folyni. Egyszerűen ez a kettelésük. És az azt is jelenti, hogy tulajdonképpen egy bizonyos folyóvölgyet szoktak kialakítani, és ahol sokáig folynak, ott tulajdonképpen síkság szokott lenni, tehát ott vízszintre szokott lenni. Ha két folyó, két nagy folyó is folyik egymástól nagyobb távolságban, hogy akkor közöttük nagy síkság szokott lenni. Nézzük csak meg, hogy jól gondolom-e. A Duna és a Tisza között van valami nagy síkság esetleg? Van, és a Dnyeper és a Dnyeszter között van esetleg síkság, vagy hatalmas nagy hegységek vannak közöttük. Síkságban, kelet-európai síkság, és mondjuk a Tigris és az Eufrátesz között szintén. Tehát az, hogyha Mezopotámiáról van szó, akkor és nem tudjuk, hogy kik népesítették be, hát azt se tudjuk, hogy sok mindent tudunk, de azt, hogy a Mezopotámia hirtelen, váratlanul, valahonnan, valószínűleg észak felől jött egy nép, és azt benépesítette, és pontosan azután, miután Erdélyben a tatárlakai korongban megtalálták az írást, ugye, és az időszámításunk előtti 5000 körül, és utána 1000 évvel később föltűnnek Mezopotámiában, olyan közben valami nép, aminek biztos, hogy semmi köze nincs az erdélyi néphez, aki tudott írni, és aki a tatárlakai korongot létrehozta, legalábbis a magyar hivatalos vonal szerint, de hogyha az elemi logika szerint gondolkodunk, mivel a jelek nagyon hasonlóak, akkor itt az a természetes, hogy erre gondolunk, és hát akkor ezt kell alaposabban megvizsgálni, hogy lehetséges, hogy innen mentek el. És akkor ugye Erdélyben nincsen két folyó, tehát akkor esetleg tulajdonképpen a Kárpát-medencéjek mentek el akkor oda, hát tulajdonképpen ez kézenfekvőnek látszik, hogy alaposan bizonyítani is nem tudom, hogy mondjuk el beszélje, és menjünk is tovább. Aztán mit lehet tudni, van egy érdekes tény sorozatra bukkantam, hogy egy kulturális, vagy azt, ahogy olvasom például a Magyar Nemzeti Múzeumnak a régészeti kiállításának a vezetőjét, akkor abból az derül ki, hogy itt állandóan jöttek-mentek a népek, ez a Kárpát-medence egy átjáróház volt, össze-vissza verték egymást itt a különböző népek, az egyik kiirtotta, akkor a másik nép jobbnak látta, hogy elmegy, eltemették, egyesek eltemették a kincseiket, hát ebből következik, hogy akkor ő neki már befelegzett, akkor nyilván az egész nép elment Erdélyből, utána elment az egész nép Kárpát-medencéből, és itt jött egy teljesen idegen nép, utána megint jött egy teljesen idegen nép, hát ez borzalmas, hát ez szörnyű, hát itt
egy perc nyugovása nem volt itt az embernek, miközben a régészeti leletek pedig azt mondják, hogy rendkívül sok úgynevezett tellet lehet találni. Ez a tellek, ezek olyan vastag rétegek, amik a huzamos, azért, mert azonos kultúra, azonos helyen huzamosabb ideig temetkezett, vagy lakott, vagy építkezett, ezért ott fölgyűlt ennek a kultúrának a terméke, mint anyagi tárgyi termékei lassanként elkezdtek halmozódni az évezredek alatt. Itt több évezredes folyt, mindenütt a tellek folytonosságot jelentenek, kulturális és nép etnikai, hogy idegen szóval mondjuk, folytonosságot jelentenek. Na most Magyarország teli van ilyen tellekkel, de valamiért éppen úgy mutatják be a régészeti kezdetvezetőt, hogy hát itt pont fordítva, itt egyfajtában verték ki egymást a különböző népek. És én pedig elgondolkoztam azon, hogy milyen érdekes, hogy viszont a tényekben sokszor rendkívüli vaslogika és következetesség fejeződik ki, olyan folytonosság, ami viszont a másik oldala az egyfajtában való kiírtásnak és cserélődésnek. Például itt van egy erdugós furúja, hogyha itt egyfolytában cserélődtek a népek, és már semmi közünk közel nem volt az időszámítás 5000-ben itt élt népnek, az időszámítás előtt 4000-ben, az még kevésbé időszámítás előtt 3000-ben, itt egyfolytában cserélődtek a népek, fogalmuk sem volt arról, hogy kik éltek itt előtt, akkor miben magyarázható az, hogy például a nyelvdugós furúja, ami sehol a világban nincs, ez a hosszú furúja, ez a Kárpát-medencében időszámításunk előtt, nem is olyan régen, 35000 évvel időszámításunk előttől kezdve, már ott kimutatható régészetileg, és egészen a napjainkig Dunántúlon is például, és csak Dunántúlon van olyan hosszú furúja, amit nyelv és Erdélyben, ami ennek a nyelvdugós furújának nevezik a zenetudósok. És hát ez folyamatosan fönnmaradt. Kérdezem, hogy hogy maradhatott fönt, hogyha itt egyfolytában pofozták ki innen a különböző népet, úgy, ahogy az angol szászok gyarmatosították mondjuk a különböző, ahol betették a lábukat. Ugye ott, ahol az angol szászok betették a lábukat, ott nem nagyon maradtak fönt az előző kultúrában. Itt viszont látszik, hogy akárhányszor történt itt valami állítólag a 150 fokos fordulat, valahogy közben ezek a 150 fokos fordulatok pont úgy történtek, mintha semmi sem történt volna. Milyen érdekes? Na, ezt nem olvastam ott abban a könyvben. Aztán van például, hogy ebben a könyvben is szerepel, hogy itt is van nálam ez a könyv, meg is tudom mutatni. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Kiállításának vezetője, egy szép könyv, sok képpel, zsérgetes képekkel, amik magukért beszélnek, amiket nehéz befolyásolni, még akkor is, hogyha az aláíró szöveg esetleg próbál valamit befolyást érvényesíteni. Érdekes például, itt is azt mondják, hogy például jöttek a szkíták, időszámításunk előtt 700 körül jöttek be a Kárpát-medencébe, addig itt nem laktak szkíták, és akkor jöttek ezek a szkíták, és akkor hozták magukkal a fegyvereket, mint az íjat, és még néhányat, és akkor valahogy úgy írták, hogy ezek a fegyverek a szkítakorban alakultak ki, tehát szerintük az időszámítás előtt 700-ban volt. Tehát ez úgy tűnik, akkor itt tulajdonképpen, hogyha az ember megnézi, milyen fegyverek van, azt hogy így is ott szerepel, mint hogyha így is időszámítás előtt 700-ban alakult volna ki. Ez azért érdekes, mert hogyha meggondoljuk azt, amit Gábor Inné Csánkverda ír az Ősember Magyarországon című könyvében, ami már 1980-ban megjelent, és hát feltételezem az a régész kutatócsoport, amelyik ezt írta a Magyar Nemzeti Múzeumnak, biztos, hogy tudnia kellett róla, mert ez egy nemzetközi nagy tekintélyű kutatásokról számolt be, saját kutatásokról, a férjének a kutatására Gábor Inné Csánkverda. És ebben egyértelműen bizonyítva van, hogy az Istáliskai barlangban időszámításban 35000-ben nyílhegyeket találtak, csontból készített nyílhegyeket. És hát kérdezem én, hogy nyílhegyeket mire szokták használni. Nekem úgy tűnik, hogy első közepes esetleg mondjuk a nyílnakra tették rá hegyére, az arra gondolni. És akkor viszont, hogyha rátették, akkor esetleg ott volt a nyíl is, és hogyha nyíl volt, akkor az nem időszámítás 200-ban találták fel a szkíták, hanem egy kicsit később, nem sokkal, időszámítás előtt 35000-ben. Na most ez valahol nem tudott beleférni ebbe a mai fogalmi keretekbe. És ez még a legjobbak közé tartozik, ez a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Meglepően jó, tehát sok történészt még nem vette tudomásul, amiért sok hivatalos történésznek ez már túl meredek, amit van. Úgyhogy nem is kell bántani. Na most akkor van egy másik érdekes tény, amit a Scientific Americannek a címlapjára is került, egy olyan régészeti lelet, amit a mai Moszkvától északra kb. 100 km-re találtak meg. Ez a Sungiri sír, a Sungiri lelet. És ez időszámítás előtt 23.000, 26.000, 28.000-re feszik ennek a korát. És érdekes, hogy itt egy felnőtt férfinek és egy gyereknek is a sorfelőt megtalálták. Több mint 5000 gyöngy van ezekben a sírokban. Na most
Hadd mondjak el, hát majd gyorsítani kell, na akkor van, egy-két dolgot nem mondok el. Tehát több mint 5000 gyöngyöt találtak ebben a sírban, fonalakra fűzve, és hát ennek az úrnak azért annyit elmondok, hogy a bronzkorszak Nyugat-Európában 900 éven keresztül tartott, és ebben a 900 évben van egy olyan lelet, ahol a sírban több mint 5 tárgyat találtak, ami értékesebb tárgy, mondjuk egy valamilyen kés, kőből, vagy fémből, vagy akkor az már nagy rendkívüli gazdaságnak számított. Hogyha 5 tárgynál, 5 említésre méltó tárgynál többet találtak a sírban, az már rendkívülinek számított. 900 éven keresztül egész Nyugat-Európában. Na most Stonehenge mellett megtalálták egy úrnak a leletét, akinek a sírjában viszont több mint 100 leletet találtak, és ezért királynak nevezik, és úgy nevezik, hogy Stonehenge királya, pontosabban vigyázat, mert tárgyilagos tény következik, úgy hívják, hogy íjász király. Tudni, hogy egy embernagyságú íja volt ennek a valakinek, ennek a királynak, akinek több mint 100 értékes tárgya volt, köztük olyan aranytárgyak és résztárgyak, amiknek ez a legelső előfordulása egész Nyugat-Európában és egész Britanniában. És amikről kiderült, hogy ezek a részkések és aranytárgyak, ezek Közép-Európából kerültek oda, Kárpát-medencéből, ahogy egyébként ezek az ismertetők szólnak, hát ez azt jelenteti, hogy akkor nyilván Ausztriából kerültek oda, mert hát azt tartozik Nyugat-Európához. És megvizsgálták aztán ennek a csontváznak a fogazatát, és a fogazatának a stroncium és oxigén izotópjainak az arányából megállapították, hogy olyan elemek épültek be a fogzománcában ennek az úriembernek gyerekkorában, amikor a vasfogai képződtek, amik csak és kizárólag Közép-Európában található. Na most a helyzet az, hogy a Kárpát-medencében volt részkor, amit már említettem, máshol nem volt, hogyha résztárgyakat vitt innen az ember máshova, akkor ez a Kárpát-medencébe kellett, hogy oda vigye. És mivel részkések voltak mellette, és Hódmezővásárhely mellett találtak egy olyan temetőt, amiben a csontváz mellett egy részkést találtak, és az a szerző le is írja, hogy a részkések temetése a férfiak mellé mindig részkést szoktak temetni, ebben a kultúrában, a Tisza kultúrában, ami szintén időszámításunk előtti 5000 és az utána következő évszázadokat jelenti, és évezredet, azt hiszem egészen időszámításunk előtt 3000-ig, és hát ez a lelet, ami a Stonehenge-nél, az az íjász király, ő pedig időszámításunk előtt 2300, tehát tulajdonképpen nem is van, csak 700 év választja őket egymástól, és ott már, ebben a tiszai kultúrában, már ott volt az általános szabály, hogy a férfiak mellett részkést temettek. Most ennek az úrnak a sírjába szintén részkést temettek, tehát fölmerül az emberben, hogy akkor esetleg azért van, mert hogy innen a Hódmezővásárhely mellől jött, vagy esetleg a Tisza kultúrából jött. És hát erről még sokat kellene beszélni, de most a hunok felé menjünk. Tehát hogyha az a íjász király, amelyik íjász volt már időszámításunk előtt 2300-ban, tehát volt mellett egy ember magasságú íj, akkor, és olyan könyökvédője volt, ugye, vagy alkarvédője volt, ami az ilyen hatalmas íjakhoz kell, hogy nehogy összetörje a karját, amikor visszacsapódik az íj. Nem egy ilyen picitek is játék íjacskája volt. És akkor azt gondolom, hogy csak nem az a helyzet, hogy időszámítások előtt 700-ban találták fel a szkíták az íjat, hogyha már 2300 évvel időszámítások előtt már ott volt egy ember magasságú íj, ami miatt kőből készült alkarvédőt kellett viselni annak, akinek ott megtalálták a kőből készült alkarvédőjét régészetileg, tárgyilag. Yeah. És hogyha őt királynak nevezték, Stonehenge íjász királyának, azért, mert száznál több értékes tárgy volt a sírjában, akkor minden kell nevezni azt, hogy valakiben több mint 5000 értékes tárgy van a sírjában. Ráadásul, fonalakra fűzve, ráadásul olyan ruházata, olyan textil ruházata volt, ami lemvászomból készült, ami egyébként a Magyar Nemzeti Múzeum Régészetekkel vezetője szerint a textil maradványok legelőször a körös kultúrában időszámítások előtt 5000 körül fordulnak elő. Hát érdekes, hogy akkor hogy lehet az, hogy 23000 évvel. Ez igaz, hogy ez nem tartozik a Kárpát-medencébe semmi, de azért érdemes tudni, hogy ott már volt lemvászom ruha, és ráadásul egy olyan kiegyenesített mamutagyar találtak, egy 2 méter hosszú
Mamut agyalt, ami ki volt valamilyen olyan technológiával, amit még a modern tudomány még nem volt képes megérteni, hogy megértse, hogy milyen kémiai eljárást alkalmaznak, aminek a segítségével valamiért azt a különleges hóbortot el tudták érni, hogy a mamut agyalt, ami természetesen hajlott, hol kiegyenesítsék. Na és amikor meglátták ezek az emberek, akkor azt mondják, na hát dárda. Mi lehet akkor, ugye 23 ezer éve, de dárda. Vagyis gyilkos szerszám. Na ott volt mellette gyilkos szerszám, csapkó. Hadd mondjak el egy érdekes apróságot, ami szintén egy érdekes fényfet, és ezt valahogy nem lehet hallani, pedig ez is végezetére valahol támaszt, és már Gábor Imi Csánkára megírta, hogy a fegyverek azok nem jelentkeznek az emberiség történelmében évszázezreken, évmilliókon keresztül, bár az eszköz használatban legalább 2-3 milliós múltra tekint vissza, hanem csak is kizárólag a földművelés elsajátítása után 1000 évvel, vagyis időszámításunk előtt 6000-5000 után jelentkezik az első jele annak, hogy ember ellen fegyvert fordított. Végészetileg ez igazolható. A fegyverek megjelenéséből és tárgyi nyomaiból is, ugyanúgy, mint ahogy az erődöknek a kialakításából is, tehát hogy mióta építenek olyan védműveket, amik az erőszakos behatolótól való védelem célja szolgálják. És hát sok más jele is van ennek. Na most az azt jelenti, hogy ha időszámításunk előtt 5000 előtt nem voltak erőszakos fegyverek, vadászni azért lehetne vadászni vele, de hogyha azon a környéken vagyunk, ahol a Sungír, ugye Moszkvától van 100 km északra, ahol a jogart hordozók népe évezredeken keresztül jogart hordozott, akkor felmerül az, hogy vajon nem lehet az, hogy esetleg ez is jogart volt, különösen akkor, hogyha ennek az úriembernek a gyöngyök nem véletlenszerűen vannak elhelyezve rajta, hanem a feje körül egy ilyen fejpántban, ugye egy ilyen fejpántot alakítanak ki elefántsa gyöngyökből, és egy ilyen keresztpántnak a nyoma is megtalálható, látható. És lehetséges, hogy a másik keresztpántja is volt, egyes fényképeken, mintha lehetne látni, hogy egy-egy vonal, mintha ebből is megmaradt volna, és azokban az tartalma még egy-egy gyöngyök. Tehát ugye az a királyi korona, ugye ami a mi koronánk, amilyen a mi koronánk is, és ami egyébként az angol szászoknál érdekes módon nem mindig úgy volt a felállás, hogy az angol szászok a kultúra vívmányának az élharcosai, és a magyarok pedig fordítva, hanem az angol szászok is a 17. századig a magyar kultúrát tartották adónak és mérvadónak, mert az ő koronájuk, ami kezdetben egy harci sisak volt, az angol korona, hát ez így van, aki az angol koronának a történetében meg akar ismerkedni, harci sisakot vett fel a királyuk, mert vagy összetévesztette a harciaskodást a királysággal. Nálunk napkirályok voltak, akik égből kapták a királyságot, és nem arra kellett, a napkirályság azt jelenti, hogy a népünket föl kell emelni, és nem pedig sanyargatni, vagy kizsákmányolni, hogy annyit besöpörni, amennyit tudunk, aztán a népnek történjen vele, ami történhet, hanem fordítva. Tehát nem egy totális diktatúra volt, mert ezt nyugodtan mondhatom idegen szóval, mert nem egy magyar eszme, hanem fordítva a napkirálynak adott a feladat, hogy fölemelje a népét. Na de az angol szászoknál ilyen hegyes harci sisak volt a korona, és az aztán lassanként átalakult, és lassan a 15. században kapta meg ezt a pánt formát, és az üregesség, és a 17. században alakult ki a keresztpánt. Tehát most már ott is megvan a keresztpánt, a magyar korona. Hát ez volt akkor még tudták, hogy honnan ered a magas műveltség, és mi jelenti a legnagyobb dicsőséget, hogyha a magyar kultúrához mindenkiben hasonlítanak, az a legmagasabb kultúrának a biztosítéka. Ezt még a 17. században tudták. Na, visszakapcsolódva, hogyha ennek volt, ennek az úriembernek időszámítása, hogy 23 ezer vagy 26 ezer ember, tényleg egy koronája volt, hát akkor, vagy egyáltalán, ha csak a több mint 5000 gyöngyel rendelkezett, és még ráadásul kiegyenesített magyar mamutagyarakkal nyugodtan lehet őt is királynak nevezni, annál is inkább, mert koronára utaló nyomok vannak nála. És hát az, hogy a ruhája van, az is egy megdöbbentő dolog. Az Olga Szoffer, a Libanonis Egyetem professzora kimutatta, hogy a Kárpát-medencében, sőt, még máshonnan is találtam nyomait, Kárpát-medencében, a mai Csehországi Szaúszói területén 25 ezer évvel ezelőtt olyan csodálatos ruhakölteményeket készítettek, hogy az embernek a lélegzete eláll. És ezt a textilek nyomaiból modern eljárással a legkisebb rostokat is meg tudják alapítani. És egyértelműen üzemben lehet tárgyi tudományos eszközökkel a
hogy igenis ruhát volt, fejlett ruházat, rendkívül fejlett ruházat. És érdekes, hogy a textil készítés például időszámítás után 4. században Szkitopoliszban és szíriai társadalmaiban szőtték azokat a vásznakat, amikkel a világot ellátták. Kérem a következő. A sejem készítés is, a sejem készítés nem a kínaiak találtak föl. Az utóbbi időben kiderült, hogy az a sejemhernyó, amelyik alkalmas a sejem, aminek a termékéből lehet sejemet készíteni, az tulajdonképpen Kína területén soha nem volt honos, hanem őshonos volt egy egészen másik országnak a területén, amit úgy hívtak az ókorban, hogy Szkítia, ugye az Eurázsiai síkságon, Kárpát-medencétől. Az Észak-Kínáig, a mai Kínáig, de a régi Kína az nem volt, nem terjedt odáig, mert még egészen a mai Kínának a közepe, a Sárga-folyónak a kanyarulata, hogy az még évezredeken keresztül Szkítiához tartozott, az egyik Hun központ volt. Van, akik azt mondják, hogy a magyar népdaloknak a döntő hányada onnan ered, tehát a mai Kínának a közepéből, mert az évezredeken keresztül Szkítiához tartozott. Na de még ez attól a sárga folyónak ettől az U alakú részétől, vagyis majdnem teljesen kör alakú, mint Mellut is ettől a részétől, jóval északra van annak a hernyónak a ős előfordulási helye, ami a sejemkészítésre alkalmas, egészen a Kárpát-medencéig. Tehát nem találhatnak ki a kínaiak, és több nyoma is van, annak tárgyi bizonyítéka is van, hogy igenis az a nép találta fel a sejemkészítést, amelyik ott lakott, és nem a kínaiak. És a kínaiak később vették át, tehát tulajdonképpen a szkíták készítettek először. És a szkíták persze nem időszámítások előtt 700-tól számíthatók, hanem sokkal azelőttről, időszámítások előtt 5000-től nyugodtan számíthatjuk őket. Menjünk tovább gyorsan. Igen, hát itt is van egy érdekes jel, ez a hármas spirál, amit nyugvény és kőkörének a falán találtak. És hát ez a hármas spirál, illetve a különböző spirál jelképek, ezek végigkísérik a Kárpát-medence történetét. Tízezertől egészen a legújabb időkig. És Erdélyben például különösen ilyen egymásba kapcsolódó spirális jelképek, azok különösen gyakran szerepelnek. És mit jelentenek ezek a jelképek? Én úgy gondolom, hogy itt ez a jelkép, hogy látjuk azt, hogy ez a spirál, ebből jön ki a másik, egymásban fűződő spirálról van szó. Tehát, és ennek valamiféle kozmikus jelentése kell, hogy legyen, hiszen a kőkörben van, ami pedig a téli napfordulókon, vagyis karácsony idején, és csak akkor jöhetett be egy kis fény, illetve egy óriási hirtelen a felkerült napnak a fénye elvette az egész szentély, és ennek a falán van ez a hármas spirál, tehát ez valahogy a napnak az újjászületésével kapcsolatos, tehát az életnek az újjászületésével kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy ez a hármasság, ez igazából az a hármasság, amit a hétköznapi nyelven úgy mondunk, hogy test, lélek, szellem. A könyveimben, ugye amik itt megtalálhatók, a könyveimben leírom azt az ősi világképet, amit én a modern tudomány segítségével fedeztem föl, hogy igazából az anyag, az élet és az öntudat alkot egy hármasságot. A fizika, a biológia és a pszichológia adja ki a természetet, a természet törvényei, és ez a hármasság egy egységet alkot, tehát egy háromságról van szó, fizika, biológia, pszichológia, vagy másképp test, lélek, szellem, ez egy természettudományos egyháromság, ami azt mutatja, hogy az ősi tudásunk, az ősi vallásunk az nem hiten alapul, hanem tudáson, ahogy a tudományon, egy elmélyült tudományon alapul, és a fizika és a biológia és a pszichológia első elveit évezredekkel ezelőtt már ismertük. És azt gondolom, hogy ez éppen ennek a hármasságnak a megfelelő, mert az élet az egy tevékenység. És a tevékenységnek a következtében jelennek meg az anyagi formák, maga az anyag is csak egy felszíne annak a szellemi folyamatnak, és lelki folyamatnak, ami az életet jelenti, és ahol éppen ez a folyamat tart, a világfolyamat tart, annak a felszínét látjuk úgy, hogy na ez most anyag. Ami éppen most valósul meg, azt a héjat látjuk úgy, hogy ez az anyagi forma, de az egész mögött ott van egy eleven teremtő erő, aminek ez csak a bőre. Na és ez az eleven teremtő erő, ez az élet, és ennek az egyik ága az anyag, mert ebből jön az anyag, és a másik ága pedig a tudat. Én azt gondolom, hogy ez ennek a kozmikus hármasának a kifejeződése. Na és a spirál jelképek folytonossága az már a Miki kultúrában, ami pedig a Duna kultúrában egy szerves folytonosságot alkotta, ahogy ezt kimutatták
szintén angol száz szerző, a Dunapultori időszámcsikerült 50 ezertől egészen a bükki kultúráig tart, és a bükki kultúra pedig ennek a szerves folytatása. És sőt, az időszámcsikerült 90 ezertől a bükkikorig ki lehet mutatni ezt a spirál jelképeket, például a Cserfenesznek a könyvében, vagy ugye ők hivatkoznak ebben az új hozzáférhető könyvben, és hivatkoznak 76. oldalon egy ilyen táblázatszerű felsorolásomban látszik az, hogy miről van szó. És ezek a spirál jelképek, ezek Erdély területén, Magyarország területén, Kárpát-medencében, és a Szkítia területén, és médiában, az ókori birodalomban, és az Árpád pedig magyar hagyományban is különösen gyakran szerepelnek. Na most akkor itt tarthatnánk egy szünetet, és akkor rátérnék arra az érdekes kérdésre, ami nélkül tulajdonképpen a hunokról nem alkothatunk helyes képet, anélkül, hogy tudnánk azt, hogy hányan voltak, mert nem mindegy az, hogy ezren voltak, vagy százezren, millióan, vagy tízmillióan, vagy százmillióan, és az sem, hogy a hun hadsereg mekkora volt. Erről a kérdésről szeretnék megbeszélni többek között. Hogy a hunokról tudunk valami, nagyon sok kérdést kell elmondani, de úgy gondolom, hogy érdemes egy kérdést kiragadni, amiről többet beszélnék. Mert ez sok minden megmutat, hogy mi a helyzet, és mi a helyzet nem csak a hunokkal, hanem a hunokról való kialakult gondolkodással. Úgyhogy nézzük meg, hogy a hun szakértők közül kimagasló, és hát az egyik legmagasabban talán az első számú szakértő, mit mond és mit ír a hunokról, pontosan azt a szakértőt választottam ki, aki egyébként megvizsgálja azt a kérdést, hogy hányan voltak a hunok, és mekkora volt Attilának a hadsereget. Egy Thomson nevű professzorról van szó, aki a Nottinghami angolszász egyetemnek a professzora, tehát mérvadó professzor, és ő írt egy monográfiát a hunokról, még 1947-ben vagy 80-ban, és világszerte ezt a munkát tartják a hunokról az alapvetőnek, és a néhány mérvadók egyikének. Így például mondjuk a Reál Lexikonban is hivatkoznak rá, vagy mondjuk a máshol is. Ilyen alapvető munkának tartják. De nem csak ez a helyzet, hanem még az is, hogy a mostanában egyre nagyobb anyagi lehetőségekkel rendelkező Blackwell kiadó az 1990-es évek közepén úgy gondolta, hogy az Európa népei sorozatban a hunokról is ki kéne adni egy könyvet, milyen jó lenne tudni, hogy kik is voltak a hunok, Európa sorsát nagy mértékben befolyásoltak. Na és mi a legalkalmasabb erre? Hát semmi más, mint Thomsonnak a könyve, mert bár 50 évvel ezelőtt írta, de mégis még ma mindig ez látszik, úgy ez szerint a legalaposabb, legmérvadóbb ismertetésnek, úgyhogy ezt adták ki. És ezt fordították le, magyarra 2003-ban jelent meg, magyar nyelven az a cím, hogy a hunok. Na most a Thomsonnak a kiemelkedő tekintélyére jellemző, hogy a világ enciklopédiái, amik igazából a tudásunknak, az emberiség tudásának azok a gyűjteményes letéteményesei, amik a leginkább összefogják és jellemzik a emberiség kultúrájának a mai állapotát, és ezek közül is az enciklopédia közül a mai angol száz világban a legkiemelkedőbbnek a New Enciklopédia Britannica tekinthető. Ennek a legújabb kiadása 1988-as, és ebben két szócikk szerepel, ami a hunokat érintett, egyik Attila, a másik pedig hunok. Mind a kettőnek a szerzői a megírására ugyanezt a Thomsont kérték föl. Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg ma is még őt tartják, illetve hát 88-an is még őt tartották, de még mostanában is őt tartják talán az első számú szakértőnek. Tehát tényleg egy rendkívül alapos, rendkívül elmélyű tudósról van szó, aki a világ, a nyugati tudás, a nyugati történettudománynak a egyik legélesebb alapja. Fölteszi a kérdést, mekkora volt a hunok létszáma és katonai ereje. Figyeljük meg, ezt szó szerint idézem az ő könyvéből. Azzal kezdi a vizsgálatait, hogy bevallja, hogy ő zavarba jön. Amikor elkezdi forgatni a kínai kronikát, a zavaráról kezdve beszélni, ahelyett, hogy azzal foglalkozna, amivel foglalkoznia kell.
Hogyan lehetséges az, hogy valaki zavarba jön, ugye egy történész zavarba, én még soha nem olvastam arról, hogy egy történész zavarba jön, és attól jött zavarba, hogy a kínai krónikák a sztyeppei nomádok hadseregéről kapcsolatban 100 000-es, 200 000-es, 300 000-es és 400 000-es létszámot írnak kínai krónikák, és ettől jött zavarba jön. Én nem jöttem még zavarba, akár hányszor találkoztam ilyen számokkal, hanem arra gondoltam, hogy jó, ezt írják, meg akkor meg kell néznem, hogy mennyire helytállóak ezek a számok. Utána kell gondolni, és akkor utána eldöntöm, hogy helytállóak, vagy nem, de zavarba nem jövök tőle. Ő azonban zavarba jött tőle, hogyha ő sokkal fölkészültebb, mert ő egy ennyire kiemelkedőként ír, akkor valószínűleg azért jött zavarba, mert ez ütközött az ő nézeteivel, vagy az ő elvárásaival. Nem tudta hova tenni ezt a számot, illetve nem illett bele abba a képbe, amit ő kialakított. Tehát úgy is lehet mondani, egy előítéletet alkotott, és ezek az előítéletekre ütköztek a tények, illetve a kínai krónikálásra fejezett számok. Utána pedig miután először a zavaráról beszélt, amiképpen meglepő, hogy valaki a személyiségét tolja előtérbe, utána ismét egy következő lépésben szintén személyiségét kezdje kitoktatni, ahol pedig kimasságával kezd értekezni, mert azt így, hogy talán kimasságnak tűnhet olyas valaki részről kritizálni a kínai törvényt, nyugodtan nem kritizálhatja, csak mondjam, csak alapos legyen, hogy legalábbis próbálj meg alapos lenni. Aki jóformán semmit sem tud a kínai szerzőkről, tehát akkor tényleg meglepő, akkor viszont meglepő, hogyha semmit nem tud jóformán, akkor miért akarja kritizálni. De talán megengedhető néhány kérdés. Kérdések, amik mindig megint is, a jó kérdés az sokat jelent, hogy kicsit zavarosabb vonatot is ennek az úrnak. Hogyan voltak képesek Mongólia primitív nomád pásztorai 300 000 emberből álló sereget etetni? Na hát ebből úgy tűnik, hogy először is Mongóliát említi meg, és itt nem biztos, hogy Mongóliáról van szó. Látom, mert Mongólia, a Mongólia jóval a honok utáni képződmény, tehát ez szintén egy korszerűtlen, időszerűtlen, anakronisztikus elnevezés. Aztán az, hogy primitív, ez egy nagy kérdés, hogy vajon a honok primitívek voltak, vagy nem. És az, hogy nomádok voltak, vagy nem, de azt is, meg az, hogy pásztorok voltak, az is. Az, hogy 300 000 emberből álló sereget hogyan voltak képesek etetni, hát ez valóban 300 000 embernek az etetése, az egy, nem egy kis feladat. Ez tény. Második, hogyan működhetett a társadalom, még ha csak 100 000 embert vontak is ki a termelésből, mert szerepel 100 000 szám is a kényei kronikában, azaz a nyájak és csordák védelméből, tehát itt is az a főből áll, az nehezen tud 100 000 ember kivonni termelésből. Következő. Aztán folytatja. Amikor azt a nézetet olvassuk, hogy 436-ig a hunjainak a száma 600 000 vagy 200 000 fő volt, vagyis mások azt írják, hogy a hun hadsereg 600 000 vagy 200 000 fős volt, el kell csodálkoznunk, hát most már egyszer zavarba jött, utána a kívánságáról kezdődik, és most pedig csodálkozni. Tehát állandóan az érzelmi reakcióit titoktatja, és ugyanakkor az előítéleteivel tüntet, hogy vajon ilyen hatalmas tömegnek hogyan sikerült ellátni a magát Hannoniában, teljes jogos a kérdés, és hosszú útja során, még ha csak a Kubán medencéből jöttek is. Most, hogy a Kubán medencéből jöttek, vagy nem, és hogy csak onnan jöttek, és sem onnan máshonnan, ugye egy kis körzetből jöttek, vagy esetleg egy nagyobb körzetből, Ókolis Kítia, hatalmas területet jelentett, hogy a Kárpát medencétől Kínáig. És akkor ő miért pont a Kubán medencét emeli ki? Na aztán, ez egy olyan körzet, hogy amiben az emberiségnek körülbelül a fele lakik, ugye, hogyha még Indiát is hozzáveszik, India északi felét. És hát akkor a hunok birodalmának, illetve a hunoknak a létszámát semmiképpen se lehet elhanyagolhatónak tekinteni. Tehát nem valószínű, hogyha az emberiség feléről van szó, vagy akkor 100 000 fő az megoldhatatlan kérdése jelentetett volna. Az akkori világ népessége nem annyi volt, mint ma, hanem kevesebb. A becslések szerint van egy tekintélyes szerző, aki azt mondja, hogy 300 millió lehetett az akkori világ népessége. Ha 140 millió számolunk arra a körzetre, ahol a hunok éltek, és hogyha ebben a körzetben, mondjuk Szkítiában, csak a hunok csak a lakosság egynegyedét alkották, akkor is 35 millió hun kapunk. Úgyhogy ez 35 millió hun esetében 100 000-es, 400 000-es hadsereget ki lehet állítani, és ki lehet mondani a termelésből, anélkül a termelésben jóvá kellettnek fennakadások merülnének föl. Kérem a következő. Most nézzük azt, hogy ez a nagy átfogó
első közelítés, a kicsit közelebbről nézzük a számokat, hogy mit jelent. A kínai krónikákban azt írták, hogy például Mao Tun, aki a Lidőszönség előtti 3. században szervezte meg a birodalmát, 19 nagy fehér honfős egyesített, a hadserege 300 ezer lovasba állt, és a déli hunok, ugye, akik az ordos körzetben laktak, tehát hogy az déli hunok, mert az a mai Kínának a közepe, és attól még északra vannak az északi hunok, és erre a részszám, az ő részszámokra 3 milliót adnak meg a kínai kronikák. Na most ugyanakkor viszont az északi hunok voltak azok, akik a legnagyobb befolyást gyakorolták a kínai kronikákra kezdettől fogva, vagyis időszámítások előtt 3000-től fogva, a kínai kronikák feljegyzései szerint. És hogyha ők sokkal többen voltak, akkor föl lehet tenni, hogy mondjuk az ötszörösét teszik ki a létszámok a déli hunokénak, tehát akkor újabb 15 millió főt kapunk. Na most van egy olyan körzet, a turáni alföld, amit az indiai források is a szakasztánnak neveznek, vagyis Szkíta országnak, a szkíták földjének. Ez az indoszkíták innen mentek be Indiába, és határozták meg Észak-India történelmét sok száz éven keresztül, és hát India sem egy kis ország. Úgyhogy oda is számolhatunk mondjuk 6 millió hunt. A pártos birodalom pedig, ami ugye Közel-Kelettől Indiáig terjed ki, ott legalább 8 millió hunt vehetünk. Most csak egy kicsit vázolom, tehát ennyi pontosabban le van írva, ez egy abban a könyvben, ami édesapám munkáján nyomán most rendezek sajtó alá, és valószínűleg idén meg fog jelenni, illetve meg kell jelenjen az idén, és Attila és a hunok a címe. Hát az részletesebben dokumentálom ezeket az adatokat. És az, hogy Észak és Dél-Indiában milyen óriási szerepet játszottak volna, az valami egész elképesztő, hogy lehet ezt nem tudni Magyarországon. Hát amikor én kimentem Indiába, és ha bemutatkoztam, hogy Attila vagyok, akkor mindenki elkezdett örülni, meg csodálkozni. Na hát, hogy Attila, hát, hogy ők mennyire átadja az indiai történet, így, meg úgy. Mondtam, hogy hát benne van, hát az iskolában tanultuk, de benne van az összes hindú szent iratban, Rámájánában például. Hát ezt mindenki tudja, hát ez köztudomások. Úgyhogy érdekes, hogyha Indiában ez köztudomások, lehet, hogy az érintett fél országában, vagy Magyarországban, még most is ez a neve, hogy Magyarország, hát akkor az ember arra gondolja, hogy a magyaroknak az országa, vagyis a miénk, és akkor hát a mi országunk, amit biztos tudnánk is, akkor ezt nem szeretném megakadályoznánk, hogy ne tudjuk már. Na most érdekes, hogy például ott van a Magadha birodalom, időszámításunk előtt 6. századtól kezdve indiai fenyő birodalma volt. A gupták is, ugye, akik az Indiának a ókori fénykorát kötik, azok is magadhi gupták voltak, a magadhiak pedig azt is jelenti, hogy mágusok voltak. A szakák sok évszázadon keresztül, az indiai 3 időszámítás van Indiában, az egyiket a szkíták alapították meg, vagy szakák, ahogy az indiaiak mondják. Ez a székelyhez közelebbi elnevezés, és ez a szaka időszámítás, az időszámítások utáni 78-tól számolják, és még ma is érvényben van. Még ma is a 3 időszámítások egyike. És hát Indiában elég sokan laknak, tehát az, hogy a Rajasthanban és Gujaratban, de ott van Bihar megye is például, Bihar állam, úgyhogy egész Észak-Indiában, de tulajdonképpen Dél-Indiában és évszázadokon keresztül hun birodalmak álltak fönt, például a dekkáni hun birodalom. Úgyhogy hogy ott is számolhatunk, hogyha Indiában akkor laktak mondjuk, a Kínában, az akkori Kínában laktak mondjuk 48-50 millióan, 52 millióan, hogyha Indiában is lakhatott akkor mondjuk 8 millió hun, akkor ez már eddig csak amit ott számoltam össze, Közép-Ázsia, India és kínai hunokról van szó, bár Kínában még sok egyéb tény mutatja, hogy Dél-Kínában is az őslakók azok hunok voltak. A nevük a kínai feljegyzések szerint a kínai őslakói Dél-Kínában a hunik. És akkor ez már 40 millió számot kapunk, de hozzátehetjük, hogy a kelet-európai síkság, illetve az a hatalmas nagy síkság, az egész földfelségben nagyobb síkság, ami a Kárpát-medencét is beleszámítva, hogy egész Észak-Kínáig terjed, vagy Koreáig terjed, ezen a területen legalább 10 milliót még hozzáadhatunk, ugye a szkítia, okori
Szürkebérben ez két fiánon, és kaptak legalább 10 millióan, akkor már Attila 450 millió számot kapunk, vagyis a második közelítésben is az első közelítésben 35 millió számot, a második közelítésben 50 millió, és meg lehet nézni még részletesebben, és össze lehet vetni a római birodalom létszámával, mert a római birodalom létszámát valószínűleg pontosabban, biztosabban ismerjük, és akkor biztos, rögtön biztosabb talajra kerülünk, hogyha azt is beveszik a kép, és azzal hasonlítjuk össze a hónok létszámát. Na most egy rövid ellenőrzés, hogy Perzsia Európa ellen, görögök ellen indított hadseregének a létszáma, a görög források szerint 700 ezer fős volt. És ezt ennek az iráni perzsa kérdésnek a egyik legkiemelkedőbb tekintésnek magyarra is lefolytatták a könyvét, az ókori Irán címmel, a Gésmen, azt írja, hogy 700 ezer fős volt a hadsereg. Na most, amit fölhozza a Tomzon, hogy hát 600-700 ezer fős iráni címen lehetett. Na most, hogyha a perzsáknál lehet a 700 ezer fős perzsák élelmezni, akkor lehet, hogy a hunok mondjuk éhesebbek voltak, vagy többet tettek, de nem hiszem, hogy annyival többet tettek, hogy 700 ezer perzsát lehet élelmezni, de 700 ezer hunok nem lehet. Tehát itt ez már egészen más területre megyünk át. Tehát világos, hogy maga a nagyságrend, az nem lehet. Na most nézzük meg, hogy mekkora lehetett, hogyha a hadsereg 700 ezer fős volt, ugye a másik kérdés, ami érdekes, hogy hányan lakadtak benne. Hogyha azt mondjuk, hogy minden hogy egy harcos, mondjuk egy férfi egy családból eljön, ugye akkor ott a családban még marad egy pár ember, akkor ott marad a felesége, hogyha leszünk egy 20-30 éves harcost, akkor ott marad a felesége, a két nagyszülő, a négy gyerek, testvére is van, akkor ez 8-10 fő lehetett. Tehát egy családra számolunk 10 főt, akkor hogyha minden családból elvittek volna egy harcost, akkor az már akkor ez egy 10-es szorzó lenne, de hogyha minden második családból vittek el, egy férfit, akkor mondjuk az 16-os szorzó jött ki nekem. Akkor a 16-os szorzóval 11,2 milliós lakosság jön ki, hogyha 700 ezeret megszorozunk 16-tal, akkor 11,2 millió jön ki. És ez a történelmi adatokkal, a 12 milliós értékbestés jön ki, de elég jól egyezik. Tehát ez a egyharcos 16 lakos, ez nem egy eltűzhetetlen arány. Amiből, hogyha Attilának 600 ezer fős hadserege volt, és mondjuk akkor neki is legalább 11 millió lakosságnak kellett lennie, hogyha ugyanilyen arányjal számolhatunk, 16-os arányjal számolhatunk. De ennél több is lehetett, mert ez egy alsó határ, akkor, hogyha 600 ezer fő volt. Na most ez a 600 ezer fős adatot sok mérvadó irodalom megemlíti, menjünk tovább. Azt mondja a Tomzon, térjünk vissza Tomzon, a Tomzon azt mondja, amikor azt a négyzetet olvassuk, hogy Attila hadseregének száma 600-700 ezer volt, hogy sikerült ellátni magukat Pannoniában és az útjára. De nem mondja meg, hogy honnan olvasta, honnan veszi ezt a 600-700 ezer főt. A 23-as lábjegyzetben látjuk, hogy olvasok utána szerepel a 23-as, csak ott nem tudtam, mint ezt föltenni a hatványkiterőbe. És akkor itt a lábjegyzetben azt írja, hogy H. Leclerc rossz hallás nélkül idézte ezt a 600-700 számot. Ismét egy ilyen érzelmi követelőzés, hogy érzelmileg kellett volna beállítani ellenségesen ezt a számot. Hát nem tudom, hogy mennyire helyén való egy tudósnak az a követelése, hogy érzelmileg állítsanak be egy olyan számot, ami hát szám, annak nem kell feltétlenül érzelmeket tükrözni. De mindesetre az, hogy ez helytálló vagy nem, kritikai dolog, és akkor beállítható van ember rosszallóan, ezt nem tudom. Na most kiről van szó? Azt állítja, ez a Tomzon nevű rendkívül nagy tekintélyű szerző azt állítja, hogy ennek a Leclercnek rossz hallással kellett volna idéznie ezt a forrást, amit végül is megad, ha nem is szakszerűen, hanem szakszerűtlenül, mert csak annyit ír, hogy Dix Dark Red 7-2-2793. Az illető címszónál unok. Na hát ennek alapján is meg lehet találni, hogy az ember képes arra, hogy akkor kikövetkeztesse, mert az évszámot nem ad meg például, ami pedig hát kötelező elemi dolog, hogyha egy egyetemista a történelem vizsgáján nem említi meg az évszámot, azt nem tudok megmondani, akkor valószínűleg megbukik. Na de hát ő, aki professzor, egy egyetemen professzor, itt elmulasztotta ezt az elemi adatot megadni, de azért sikerült kinyomoznom, és megnéztem, hogy ez mi lehet ez a diktátrét. Ez a rövidítés a Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, vagyis egy átfogó régészeti értelmező szótár, ahogy utána lesz, ez egy 15 kötetes régészeti lexikon.
egy hatalmas nagy régészeti lexikon, egy átfogó régészeti lexikon, két főszerkesztője van, az egyik Ferdinand Cabrol, egy labé, és a másik pedig Leclerc. Vagyis Leclerc idézett egy adatot ebből a szótárból, ebből a régészeti értelemben szótárból, és ezt rossz hallásra kellett volna idéznie, legalábbis Lombin szerint. De ha megnézzük, hogy pontosan szakszerűen mit is jelent ez az irodalom, akkor ennek a forrása maga Leclerc. Tehát Leclercnek a saját adatát kellett volna rosszra volna idézni. Tehát ez egy olyan szarvas hiba, amiben tulajdonképpen a tények bumeránként visszavágnak a Thomson Nottinghami Egyetem professzorának. Mert tehát, hogyha valaki elmond, az bizony előfordulhat, hogy összeférhetetlen követelményekkel áll elő, illetve butaságokat beszélne. Hát Leclercnek nem kellett volna a saját adatát rosszalással idézni. És annál kevésbé, mert hogyha ő egy 15 kötetes átfogó régészeti lexikon főszerkesztésével volt megbízva, akkor biztos, hogy ő akkor az egyik legjobb szakértő lehetett ennek a kérdésnek. Hát ez nem egy rossz szerzőnek, egy gyenge szerzőnek, vagy egy megalkozatlan adata volt, hanem minden okunk megvan rá, hogyha a tekintély elég, akkor ez viszonylag tekintélyes szerző. Hát a tekintély nem elég. Még gondolkodni is kell. Na, aztán folytatja Thomson az érvelését, hogy megállapítsa a hunok létszámát, illetve a hun haderő létszámát. Azt mondja, hogy az 5. századi görög-római szerzők, Attila kortársai, görög-római szerzőink egy merőben eltérő helyzetet ábrázolnak, mert azt mondják, hogy például 490 honorius 10.000 hunt vetett be Alarik ellen. Most az érdekes, hogy az, hogy honorius 10.000 hunt vetett be Alarik ellen, az most mennyiből jelent nekünk egy kapcsolatot ahhoz, amit szeretnénk megtudni, a hunok létszámát, illetve a hun haderő létszámát. Az, hogy ha a hun haderő van, akkor az, hogy ha valaki valahol három hun elment ebédelni, abban nem tudunk képet alkotni arra, hogy hányan voltak a hunok. Az, hogy valaki valahol valahány hunnal elment csatába, abban nem tudunk képet alkotni arra, mekkora volt a hun összes, teljes haderő. Miért gondolódik, miért kezd el egy teljesen más részletkérdést vizsgálni, csak nem a részletet akarja beállítani, úgyhogy a rész az az egész. De ennek nincsen, már különben nincs értelme. Azt mondja, hogy és mégis amikor 10.000 hunt vetett be Alarik ellen, akkor már Olimpiodorus, ugye azt írja, aki szemtanúja volt hónap életében, rögtön annak a leírásával folytatja, hát nem tudom, hogy mennyire kell ezt a rögtön kiemelni és kihangsúlyozni, mert utána következik egy szó, akkor nem azt jelenti, nem kellett azt jelenti, hogy rögtön, hanem csak megemlítette. Hogy milyen hatalmas erőfeszítéseket tett a császár annak érdekében, hogy élelemmel lássa el őket. Mert mi volt a hatalmas erőfeszítés? Állatállomány és gabonát mutatott. Hát állatállományra és gabonára akkor is szükség van, hogyha nem hatalmas erőfeszítést kell tenni, hanem mondjuk éppen megfelelő erőfeszítést kell tenni. És külön erre a célra, hát az még szerencsé külön erre a célra vitték az általában, és nem egy másik célra, mert akkor szegények éjjel maradtak volna, úgyhogy ezzel nem kell meglepődni egy történésznek, hogy pontosan arra a célra hozták oda az állatokat, amilyen célra kellett oda hozni. Hát ez szerintem nem érdemel különleges figyelmet, kiemelést. Hát csak azt írja az Osimus, hogy a császár 10.000 hunok kért fel szövetségeknek, és akkor most így részletesen kiemeli azt, vagy 10.000 fő. Nem, ez biztos, hogy nem mindennapi volt. Hogyha egyszer valaki azt írja, hogy erőfeszítést kellett tenni azért, hogy 10.000 fő tápláljanak, akkor ez biztos, hogy rendkívüli volt. Szerintem az erőfeszítés az nem biztos, hogy rendkívüli. Ez megint itt a jelzőre van bebonyolódva. Azt akarom mondani, hogy egy nagy feladat, mint 10.000 fő letetése, az egészen rendkívüli, sőt ez valahogy mérvadó a teljes hunmad elő számára. Ebben szerintem téved, mert ezt nem feltétlenül van összefüggésre. Menjünk tovább. Azt mondja, az is elképzelhető, írja, hát elképzelni aztán sok mindent lehet, de mondjuk egy kiemelkedő történész professzornak nem az ő esetleges elképzelésére kellene az idegeket tépáznia, hanem ő neki egy alapos munkát kellene elvégezni, és nem pedig, hát most, hogy mi képzelhető el, hát sok minden elképzelhető, de nem vagyunk mindenre kíváncsi, hanem most épp azt szeretném tudni, nem azt, hogy mi képzelhető el, hanem azt, hogy mi a helyzet. Na, de ő azzal áll elő, hogy valóban az is elképzelhető, és ebben igaza van, mert bármit lehet képzelni, hogy akkoriban csak a császári kormányzat volt abban a helyzetben, hogy a hun harcosok ilyen nagy tömegét, tehát már megint egy ilyen beállítás, egy ilyen nagy tömeg, egy helyre összpontosíthassa, és ne két helyre, vagy három helyre. Ezek szerint igen valószínűtlen, hogy a hunok
rögtön Európában való felbukkanások után elegendő mennyiségű élelmet tudtak volna előállítani. Tehát abból, hogy egyszer valaki 10 000 hunt akart élelmezni, abból ő következett arra, hogy valószínűleg, hogy a hunok elegendő mennyiségű élelmet tudtak volna előállítani egy ilyen hatalmas hadtest ellátására. Abból, hogy egyszer valaki azt mondja, hogy 10 000 ember el kell látni, abból ő következett volna a hunok létszámára, közlétszámára. Ez egy teljes tévedésben van, mert ez a rész lett abból, hogy valahol valaki egyszer ezt csinált, akkor nem lehet az egész képet alkotni. Ez egy teljes tévesztés, szereptévesztés. A nyugati források mit írnak a hunok létszámára? Ugyanakkor pedig azt mondja, hogy a hunok rögtön Európában való felbukkanások után nem tudtak ezek szerint 10 000 ember sem élelmezni. Ezt akar állítani. Abból, hogy egyszer valaki azt írta, hogy a 10 000 hunok harcosat élelmezni kell, ebből ő azt akarja mondani, hogy nem mehetek a hunok, csak 10 000 kevesebben. De ráadásul rögtön felbukkanak, és akkor most hirtelen 10 000 embert kell élelmezni, hát ez tényleg, hogyha én is felbukkanak, hogy valahol is rögtön kell mondani 10 embernek, hát akkor ahhoz idő kell, hogy a 10 embernek élelmet előállítsa. Na most miről van szó? Tényleg a rögtön Európában a felbukkanások utánról van szó? Mert itt 409-ről van szó. Mikor bukantak fel a hunok? Nyugati források szerint, itt meg is adom a forrásokat, a hunok az időszámít után második században tűntek fel Európában, vagyis 200 év telt el. És így rejtély, és nem teljesen világos, hogy miért nem tudtak volna a hunok 200 év alatt 10 000 harcas élelmezéshez szükséges elegendő táplálékot előállítani. 200 év az csak elegendő kellett lennie. Aztán azt mondja, hogy hogyha elegen voltak a hunok, az egy külön kérdés, amiről még eddig nem volt szó. Azt oda én nem értem. Olimpiodorus azt állítja, a hun haderő, amelyik Olimpiosz megbízásával legyőzte a Atadulf gótjait, 300 főből állt. Most lehet, hogy ott volt 200 vagy 500 vagy 1000 gót, akit 300 hun legyőzött. És? Hogyha mondjuk van egy kis csapat valahol, mondjuk ott van a hun haderő, és abból egy kis csapat valahogy eljön a fő hadtestől, és valahol legyőz néhány gótot, abból nem lehet következtetni az egész hun haderőre. Nem, ez világos, nem? Ehhez nem kell egyetem tanárnak lenni. Nottinghamben. És azt mondja, hogy ezt a nagyságrendet már el tudjuk fogadni, hogy 300 körül állt, azt a nagyságrendet ő már el tudná fogadni. Ez már jól jön, ugye? Ez Nottingham professzor, az már smakban. Azt mondja, ekkor seregük létszáma, amikor 376-ban volt egy seregük a hunoknak, aminek a létszáma 200 és 1200 között volt. Dagerben hadserege, amelyik nagy viadalmat okozott 558-ban, 7000 főből állt, ami igazán kivételes. A 7000 fő azt mondja, hogy ez kivételes. Nem tudom, miért lenne igazán kivételes, hogy a perzsáknál 700 000 voltak, akkor az minden, hogyha a 7000 az igazán kivételes, akkor a 100-szor akkor az minden. Na most azt írja ezek után, tehát ez van hozzávetőlegesen valami egész másról beszél, és utána azt a kis kérdőt, hogy valahol, hol 300 hun elment, ide meg oda, és ebből következik, hogy a hunok 300-an voltak, ezt akarom mondani. Hát ez egy óriási csúsztatás. És teljesen elfogadhatatlan, különösen egy ilyen kitűnő szaktekintélytől, a kitűnő szaktekintélytől. Azt mondja, nem térünk el túlságosan az igazságtól akkor, ha azt feltételezzük, hogy az átlagos hun kalandozó csapat, na arról van szó, kalandozó csapat az igen. Egy mellékes sportjában csapat, aki nem fogad szólt a fő haderőnek, hanem gondolja, hogy nem most éppen nincsen semmi különös esemény, gyorsan vég, amíg nem lesznek észre, hogy elkalandozunk. Az lehet, hogy az átlagos hún kalandó csapat igen, itt a kivételekre eltekintve alig a haladta meg az 1200 harcos. Az lehet. De most ő nem azt kérdezte az elején, hanem a hunok létszámáról és a hun haderő létszámáról akar. Nem pedig a kalandozó csapatokról. A könyvének nem az a cím, hogy hun kalandozó csapatok, hanem az, hogy a hunok. Menjünk tovább. Az előbbi jófejtés után komoly kétséggel kelt az adat, ami szerint Észi Huszla és a római hadvezér 60 000 hun harcot hívott be. Most attól, hogy a kalandozó csapatok 1200 fősök lehetnek, abból nem következik az, hogy a római fővezér ne tudott volna 60 000 hun harcot behívni. De ő benne mégis komoly kétséget kelt. Vajon miért? Mert a maguk a számok és ezeknek a jelentése, amire szeretne fölhívni a figyelmet, amit miről is nem fog, az bizony erre a kétségre nem adott. Egy 60 000 fős emberről álló hadsereg a 4 milliós hun népesség teljes haderét jelenteni. Most ő föltette a harmadik fejezet a könyvében, a hunok című könyvének a harmadik fejezetének a legelején tette fel azt a kérdést, hogy mekkora a hun népesség. Azóta majdnem minden mondatot itt felsoroltam, sehol meg sem vizsgáltam, hogy mekkora a hunok létszáma.
hanem most egyszerűen csak ilyen. Akkor miért teszi meg azt, miért teszi fel a kérdést, hogy ez azt a látszatot kelti, mint hogy kíváncsi lenne erre. Szeretné megvizsgálni, vagy a olvasóknak bemutatni, hogy milyen érvek szólnak. Amellett, hogy a mondok ennyi. De ezt elmulasztja, hanem egyszerűen egy mellé a hunkarandoló csapatok kapcsán, de egyszerűen csak így becsúsztatja azt az adatot, hogy a negyedmilliós hun népesség sehol semmi bizonyítás, semmi érvelés, egy hajszányi sem. Tehát ő valamiért úgy gondolja, hogy a negyedmilliós a hun népesség, ez egy kicsit pesapás, mert hogyha előtte föltette a kérdést, hogy ő azt szeretné megvizsgálni, akkor miért nem vizsgálja meg? Vagy nem gondolta komolyan? Csak olyan látszatot szeretett meg kell tenni, hogy az olvasó azt higgye, vagyis arra játszott, hogy becsapja az olvasót. Egy Nottingham-i professzortól, aki világnak egy szakértője, és az enciklopédia, amik a teljes támogatását érzi, hogy akiknek elvileg tárgyilagosnak kellene lenni, hát ez tökéletesen megdöbbentő. Azt mondja, ezek után nyilvánvaló, hogy sem részéről, sem a nyugat-római kormányzat nem tudott hatalmeket szólt és pénzelméseket. Ezek az állításokra figyeljük meg, hogy az, hogy nyilvánvaló, az bárki mondhatja. Én is mondhatnám azt, hogy nyilvánvaló, hogy részéről nem tudott három embert etetni. Nyilvánvaló, nem? A római fővezér nem tudott állni. Mert az azt mondom, hogy nyilvánvaló. Az nem elég, hogy valaki azt mondja, hogy nyilvánvaló. Tudományban valamit bizonyítani kell. Nem pedig önkényesen állítva. Én hasonló ütök, és azt mondom, hogy nagyon nyilvánvaló. Az én véleményem nyilvánvaló. Az annyiból, hogy látszik, igen, hogy ő ezt írta, mindenki látja nyilván, de attól nem biztos, hogy is van. A Rómának a lakossága, a Római Birodalomnak a lakossága, az Itáliának a lakossága 6 millió fő, a Római Birodalomhoz tartozó népek együttes része 22 millió. Most az a kérdés, hogy ha ő azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy nem tudott a Római Birodalom, a teljes 22 milliós Római Birodalom 60 ezer zsoldost ellátni, akkor fölmerül a kérdés, hogy hogy lehetett 22 millió főt ellátni évszázadokon keresztül, miközben 60 ezer zsoldost egy rövid időre sem, ameddig elvégzik azt a szolgálatot. Ez nem tudom, mitől nyilvánvaló. És azt mondja, minden esetre, ha megkockáztathatunk egy beslést, hát ő távol van még attól, hogy megkockáztathasson egy beslést. Ahhoz kellett volna a besléshez, mert először be kell vezetni azt, hogy mire szeretnénk támaszkodni, és annak alapján lehet becsülni. Ő még ezt nem tette, meg elmulasztotta a házi feladatot, és már is azt hiszi, hogy olyan úgy állítja be magát, mintha most már megkockáztathatna. Itt nem kockáztathatásról kellene beszélni, hanem azokat az érveket kellene bemutatni. Na de ő most meg akar kockáztatni feltételesen a beslést. Persze meg lehet kockáztatni, csak hát nem erről volt szó, hogy azt ígérte, hogy megvizsgálja ezt a kérdést. Nem pedig arról, hogy majd meg fogok kockáztatni esetleg egy beslést. Akkor azt kell szemben tenni. Hogy észír serege körülbelül az előbbi számadat egy tizede lehetett, azaz 6000 fő. Vagyis a római hadsereg létszámáról észírsz volt a római hadsereg fővezére, a római hadsereg létszáma 6000 fő is lehetett, ezt állítja. Hát ez megdöbbentő és mellbevágó, mert a római hadseregnek a létszámát ismerni kellett, és hát már minden látni fölöttének folytatott létszám. Ezek után Tomzon megemlíti, hogy a kortárs Kriszkosz szerint, véleménye szerint Attila serege 451-ben 500 ezer főt számlál. Aki volt Attila udvarában is, ugye ez a követ, akinek a tulajdonképpen a munkáján is közvetlenül érintette azt, hogy mekkora a hunok hadseregének a létszáma. Ő, aki ott volt, ő 500 ezer főt mondott, ő, aki 1500 évvel később az elképzelhető és a megkockáztathatóról és az egyéb érzelmi teljesítőségokról írt eddig sokat, viszont a tényekről sajnos keveset, illetve szinte semmit. Ő azt mondja, hogy ugyanezt írta a Kriszkosz, hogy 500 ezer főt volt Attila hadserege. De honnan tudhatta az igazságot? Mondja most. Nem valószínű, hogy maga Attila megközelítő pontosággal tudta volna serejének létszámát. És valószínű, hogy nem valószínű, hát nem érdemes. Ő mondhatja azt, hogy nem valószínű, hogy Attila bármit is tudott. Miért lenne valószínű? Persze, ő szerintem nem valószínű. De ez mondjuk nem ér. De most nézzük meg, hogy valószínű, vagy nem valószínű lesz, hogy Attila tudta. Attila volt a hun hadseregnek a fővezére. Szokták-e tudni a fővezérek, hogy hányan van a hadseregben, vagy nyilvánvaló, hogy a hadsereg vezetőjének, a tábornak, a fővezérnek fogalmunk sincs arra, hogy mekkora a hadsereg. Mi a helyzet? Most azt hiszem, hogy ha mondjuk a fővezér a hadseregét csatába vezeti, és akkor azt mondja, hogy induljatok! Biztos elegen vagytok, nem tudom, hogy a hadsereg elindul, és akkor elkezdenek csatálni, de megszól a hadseregnek az egyik felelő, hogy bocsánat, nincsen nálam fegyver. Hát az hogy lehet? Hát én pedig oda kumítanám egy 3000 fegyver. Igen, de kérem szépen, a 3000-et azt elvitték azok 3000, mi vagyunk, még 3000, és nekünk nincs.
Ja, persze nem tudtam, hogy neked én csak azt. Majd akkor szólok, hogy majd akkor majd kifizetjenek. De hát ez nem így megy. A hadvezérnek tökéletesen tisztában kell lenni vele, hogy hány fő, és meg gondoskodnia kell arról, hogy mindenkinél legyen fegyver lehetőleg, hogyha már megfelelődése. Az öltözékről gondoskodni kell, nehogy az legyen, hogy aztán nincsen öltözéke szegénynek, valakinek nem jut, mert hát nem gondoskodtak, nem tudják, hogy hányan vannak. És a létszám nyilvántartása nem nagyon megoldhatatlan gondot, ugye az ókori világban sem. És nem érthető, hogy egy ilyen jeles professzor miért gondolja azt, hogy a létszám nyilvántartása a római hadseregben, vagy az Attila hadseregben megoldhatatlan kérdés. A fővezérnek igenis tudnia kell, nem értem, hogy miért gondolja, hogy ez nem valószínű. Azt mondja, hogy forrásaink közvetlen bizonyítéke alapján, most akár hiszitek, akár nem, itt azokra gondol, azokra azok, amiket most felsoroltam, tehát hogy megkockáztathatunk egy esvésnek, az is elképzelhető, ezt úgy fogja fölül forrásaink közvetlen bizonyítékait, meg hát ugye azokat az eskapcsolat, a szabad csapatok és kalandozó csapatoknak a részámban ott megemlítettek egy-két forrást, de itt nem arról van szó, hogy itt a hun haderőről kellene tudni. Valamint annak segítségéről, amit a nomád társadalmakról általában tudunk, miért tudnak, azt mondja, azt jól lenne tudni, na és még tudnak, nem. Én nem tudok róla elég eleget. Akkor arra következően juthatunk, hogy a hunok hatalmas arányú hódításai egy nevetségesen kis csapat lovassal hajtotta létre. Erre juthatunk. Na hát persze juthatunk erre, csak az a kérdés, hogy van ennek értelme. Mit jelent ez a nevetségesen kis csapat? Csak nem azt akarja mondani, mert itt azt mondja, hogy az reálisnak látszik, ugye a 300-as létszám az reálisnak látszik. Ha végig mér, mert én hüledeztem, hogy ez most komolyan mondja, hogy játszik az olvasónak az idegeivel, hogy úgy tűnik, hogyha én többször átolvastam, hogy ez a reális szám, ez kell kerülnek. A nevetségesen kicsi, az azt jelenti, hogy mondjuk 300 fő, de valószínűleg ő is érezhette azt, hogy ez egy kicsit aludási ezzel a honnan előtt, mert utána ugye a 200-1200 fős annyit is megenged, mert gondolom még 1200 fő is lehet, de mivel tudjuk jó, hogy a 200-nak és az 1200-nak a számítani között az 200 lenne, ugye mert 200-hozatunk 1200-1400, annak a fele 700, hát látszik, hogy a 700 több, mint a 300, de érezhette, hogy ez egy kicsit aludási, tehát ezt a 300-at fogadta egy kicsit fölfelé, hogy 200-1200, de aztán 1200 fölött már egy darabot sem. Ugye, és annyit még megengedett. Ezzel a nevetségesen kis csapattal bírta le akkor két legnagyobb világbirodalmát, ugye a kelet és nyugat-római birodalmat, Attila 300 fővel arra rábírta, hogy évtizedeken keresztül fizessenek neki óriási vagyót. Hogy ezt komolyan gondolja? Elképesztő. Nem fognak adót fizetni 300 kalandornak, ugye? Attila pedig könnyen legyőzte a gótokat, akik az összes germán törzset akarták egyesíteni. És az összes germán törzsnek a létszáma nagyobb volt, mint a római birodalomnak a létszáma, mint az összes a Róma alatti létszáma, tehát a 6 milliós Itáliának a létszámánál nagyobb volt az összes germán törzsnek a létszáma. És akkor, hogy ezeket könnyen legyőzte Attila, akkor 300 főre legyőzött mondjuk 8 millió germán. Nagyon ügyes teljesítmény, de tulajdonképpen elképzelhető. És az is, hogyha nézzük tovább a dolgokat, akkor menjünk tovább. Miről van szó? Attila könnyedén leverte őket, észszerű, hogy akkor nem meghaladta a germánokért, tehát akkor ez legalább tízszeresen vagy százszeresen mellé fogott a Tomzon. Tomzon idézi ezek után Ammianus Marcellinus, római történetírót, akinek a fennmaradt a könyvében, hogy a következő, a hunok népe, amelyről a régi útfők csak keveset tudnak, legalábbis ő szerinte, a Meotis ingoványén túl a jeges tengernél lakik, a Meotis ugye az ott van a Kászpi tengernél, az Azori tónál, és onnantól a jeges tengerig, hát az egész Szkítia, a mai Oroszország, vagy az elég nagy területű Dagenér országa, és ott lakik ez a hunok népe, a vadsága minden képzeletet felülmúl, írja a római történetíró. Na most nem tudom, hogy itt ennek alapján képet tudunk-e alkotni a hunok vadságáról, hogyha minden képzeletet felülmúl, azt tudjuk róla. Ezzel mondanak-e valamit, hogy valami megfogható, mert azt hiszem, hogy ha minden képzeletet felülmúl, az azt jelenti, hogy olyan nincs. Hogyha valóságban valamekkora lehet, de azt, hogy minden képzeletet felülmúl, hogyha megfeszülök, akkor sem tudom elképzelni, mert akkor már nem volna felül a képzeletemet. De azt akarja, hogy hát itt egy lódítás van, azt akarja, hogy még annál is több, mint amit eltűz ki, olyan gondok voltak, hogy az egyszerűen ember nem képzelheti el. Vagyis, ugye valami, ami elképzelhetetlen, az pedig olyan, hogy nincs.
főleg ugye most ez a korban azóta is tapasztaljuk, hogy mi folyik itt ebben a világban. Úgyhogy, na most, ami az tudósításra, tehát nem alkalmas arra, hogy ebből képet alkossunk, mert pontosan azt hiányzik, hogy megfoghatóvá teszi az egészet. És akkor ezt Thomson idézi, és nézzék meg azt, hogy Thomson, hogy ugyan Thomson azt mondja, hogy az Aesius hadserege 6000 fős volt, de nézzük meg, hogy mekkora volt, mert nem meghozták egy ilyen bestést, hanem a római forrásokat kell, azokat kell megismerni, és hát a valós viszonyokat meg kell ismerni. Na most megnézzük, hogy következő oldal. Egy ilyen hadászati lapon, ez is utána a tengerészakének a honlapján, a római birodalomról, Roman Imperial Army, a következő adatok szerepelnek, de ez sok kézikönyvben is szerepel, sőt a korabeli Notícia Dignitatumban is szerepelnek ezek a számok, és van egy magyar könyv is 1961 jelent meg a római hadseregről, egy ilyen szakkönyv, egy monográfia, mert szintén hasonló számok szerepelnek, de vannak még újabb könyv, amit mostanában jelentek, ott is hasonló adatok szerepelnek. A római birodalom hadserege időszámítás után 9-ig 28 légió, 1 légió, kb. 5300 kő, 28 légió együttel kb. 168 ezer harcos, vannak kisegítő csapatok, akik gondoskodnak a felszerelésre, utántartásra, jövendőlésre, így összesen 350 ezer fő jön ki. És miután Diocletianus megkettőzte a légió számát, időszámítás 284-ben től 305-ig, ezért a római hadsereg létszáma ez szerint a honlap szerint 400 összetett főre biztos, hogy megnőtt. Líbiai János a 6. században 435.266-os számot ad meg. A katonák eltartásának a terén persze viselték földobok valamelyen. És tehát így egy 400 összetett fős hadsereg jön ki. Ilyen a következő. A teljes nyugati haderő 248.000 fő, egy másik, az a teljes keleti haderő 352.000, a kettő együtt tényleg éppen 6.000 főt ad ki. A teljes haderő, tehát 6000 fő, és érdekes, hogy ebből most mennyi mozgósítható. Hogyha jön a Rénybe szén, mondjuk jön Attila, és a rómaiak tegyük meg akarnak ütközni vele, akkor érdemes a légszükségben minden erőt bedobni, és a tartalékosokat is behívni és mozgósítani az utolsó erőforrásokat. A történelmi források szerint Hannibal hadserege ugyan 59.000 fő volt kezdetben, de amikor átjárt az alkohol nagy veszteséget szemben, 26.000 főre csökkent le. Róma azonban mozgósított a tartalékai, 770 000 fős hadsereget hozott létre egyszerre arra az időre, amíg a Hannibal megütköznek. Na most ez a 770 000 fős hadsereg nagyobbnak tűnik, mint az adat, amit Thomson fölhoz, ez a 6000 fős adat, még több mint 100-szor. Ekkora tévedni történetudalmi lehet, és nem engedhetőnek senkinek, még a Nottingham Egyetemnek okoznak sem, illetve elsősorban neki nem. Következő. Tehát biztos, hogy lehetett több százezres. Nézzük meg például most jelent meg nemrég 1990-ben a múlt születéses szemű sorozat, a római bizánci kötetében a nagy tekintélyű két szerzőtől. Azt írják, hogy 650 000 főnyi volt a katonaság. És ez egybevág a korabeli diszkursz, illetve a szakértő Jöbler és a horvát és korabeli lexikonának az adataival, ami szerint Attila hadereje létszáma 500 és 700 között lehetett. Tehát, hogyha a római hadsereg létszáma 6000 fő lehetett, ugyanannak nyilván egy kisebb részét lehetett mozgósítani, de úgy tűnik, hogy nagyságrendileg ez a 500-700 000 fős létszám az a helytávol lehetett. A következő. Hogyha mekkora lehetett, most lehet-e a haderőből következtetni a népességre, ugye, hogy ha mindenki, minden egyes férfi behívtak volna, minden egyes karforgató behívtak volna, akkor 8-1-hez arányban kellene számolni, tehát a 770 000, hogyha ezt megszorozzuk 8-al, ugye akkor mondjuk, hogy majdnem van, akkor 6 millió jön ki. De ez a mozgósítási határ csak a rövid ideig tartható fönn, mert hogyha tegyük fel vereséget szenvednek, és tegyük fel a nagy mértékű vereséget, akkor mondjuk a férfi lakosságnak kiírtják mondjuk a 60%-át, akkor abba belerokkan a lébe egyszer és mindenkorra. Tehát ez egy egyszer-egyszer fönntartható, de a hunok viszont évtizedeken, évszázadokon keresztül fönntartották a haderejüket. Tehát ott biztos, hogy nem 8-1-hez arány, hanem egy jóval nagyobb aránynak kell lennie, legalább 16-szor, vagy 32-szor, vagy 33-szor, akkor még magasabb aránynak kell lennie. Nézzük meg a következőt, hogy
tehát legalább a 16-szeres, 24-szerese, így tehát a hunok létszámának a Attila hun háttérország népessége 8 millió és 17 millió között kellett, hogy legyen. Most nézzük meg, hogy a világháború előtt 68 millió lakosa volt Németországnak, és a békebeli hadsereg, ami tehát huzamosabb időn keresztül állomásosztatható volt, a 800 ezer fő volt, vagyis Attila haderejének a nagyseregjébe esik. És ez azt jelenti, hogy 85 az egyhez arány állt fönt a hadsereg létszáma között, és hát ez a békebeli haderő az, amit évtizedeken keresztül fönn lehet tartani, mert a világháborúban ugye lehet egy rövid ideig, amikor az emberek úgy mondják, hogy egy hónapig vagy egy pár évig föl lehet tartani magasabb a létszámot is, a magasabb arányt, vagy alacsonyabb arányt is ennek közelebb van ehhez, de így a haderőnél legalább ekkora, illetve valószínű, hogy 8, akár 85 az egyhez arányt is valósnak kell tartani. Ma is, hogyha mondjuk voltak 600-an, és mondjuk egy 100-as arány, 600 ezeren, ha 100-as arányt veszünk, akkor az már azt jelenti, hogy 600 ezerszer 100, az 6, az 60 millió számjön ki. És ez nem lehet használni. Itt látszik az, hogy itt próbálok biztos talajra állni, és nem pedig az, hogy ha megkockáztathatok egy bestét. Én nem is kockáztathatok meg, mert én nem vagyok még egyetlen professzor. Ő megkockáztathatja, mert ő hoztam a tekintély, meg a bélt, mindenki feltételezi ott van mögött a tudás, ezek szerint ebben esetben nem volt ott mögött a tudás. Igen? És hát a római hadseregnek a létszámát, hát azt azért illik tudni. Tehát ott 6000 főre lemenni a római hadsereg, mert még azt, hogy a hunok, hogy nem ismeri azt a területet, amiről írt a monográfia, az se engedhető meg. De azt, hogy a római hadseregnek a létszámát százas szorzóval elnézi, ez teljesen megengedhető. És ez köztudom, hogy ez bárki megtudhatja könnyen. Na most nézzük meg, hogy mennyi idő, hogy hogyan tartatok könyv, hogyan lehet anyagilag fedezni. Tudjuk, hogy a hadviselés drága, hogy ebből kapunk-e valami beszélést. Tudjuk, hogy ha a Indiának például magad a birodalmában csak 10%-os adót szedtek, míg a többi tartományon pedig 20%-os adó volt az általános. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 10%-os adót veszünk egy ember eltartáshoz, akkor 10 kereső emberre van szükség. És ez azt jelenti, hogy 5-10 család adójára van szükség ahhoz, hogy egy harcost el lehessen tartani hosszú időn keresztül. Hogyha 5-10 családra veszünk, ugye szintén egy családra mondjuk 10 főt, akkor ez 50-100 főt jelent. Vagyis megint ott vagyunk, ahol az előbb, hogy 80-100 de szorzót kell fölvenni a hadseregnek a létszámát, 80-100-an meg kell szorozni. Ahhoz, hogy hosszú időn keresztül fedezhető legyen az a költség, amiben kerül a hadsereg. Tehát ez egybevág szintén, ez az anyagi beszélés sem, és egybevág az előző adatokkal, tehát ez megerősíti azt, hogy ebben van valami. Következő kérdés. Ja igen, és akkor itt a felemelős lesültő erőket látjuk, hogy itt vannak a lesültő erők, amitre céloztam, hogy mi történt a modern világban, ugye ott van a globalizáció, ez van például a mai Magyarország. Én úgy veszem észre, hogy elmarad a mai magyar köztudatban a gondolkodás a kívánatostól, mert azt gondoljuk, hogy amikor arról van szó, hogy elvonások érintenek bennünket, mert én csillagász vagyok, de itt éppen szükség van, a nagyon minimum, egyre jobban elvannak, és még soha nem nőtt meg a költségvetésünk, úgyhogy most már miután infláció is van, ezért tulajdonképpen ez egyre radikálisabb, egyre hatalmasabb mértékben sújtja a csillagászatot. Egy darabig azt gondoltam, hogy csak a csillagászatokkal történik ez, utána arra gondoltam, hogy csak a tudósokkal, aztán olvasom a megtermelőkre, hogy a megtermelőket már évtizedek óta egyre jobban, egyre több az elvonás, és aztán rájöttem, hogy az egész társadalomban gondolta, egyre többet vonnak el, és akkor utána megnéztem, hogy mi történik itt, hát rosszul megy a gazdálkodás, hát mi történik, és megnéztem a nemzeti jövedelem, hogy alakult. A nemzeti jövedelem pedig diadalmasan nő, évente 3-4-5%-kal, és akkor egyre több a bevétel, és egyre nagyobbak a megszabítások. Ez hogy lehet? Tehát ez nyilvánvaló, hogyha egyre több a bevétel, akkor az egyre többet kellene minden. Azért dolgozunk, vagy jobban nem azért dolgozunk, hogy aztán egyre többet el kell tudunk vonni, amikor egyre több a bevétel. Tehát ez teljesen észrevétlen. Egy pár évtizedig úgy volt, hogy egyre több volt a bevétel, és egyre magasabb volt az életszínvonal. Most már végezetnek az időknek világszerte. Most már megelégelték a gazdasági élet irányítói ezt a jelenséget. Most már innentől kezdve. Hiába, hogyha megfeszülünk, akkor is egyre többet volna kell vonni. Most már túl vannak azon a határon, hogy az egyre több bevételnek a rájuk eső részre megelégedjenek. Most már az is a cél, hogy mi egyre kevesebbet kapunk. Na ez a globalizáció. Egyre több
egyre kevesebb beszélt aztán a végén. És hát ez nem valami felemelő, viszont ugye léteznek felemelő erők a történelemben, ezek azok, amiket eltemettek. De most megjelent egy pár film magyarul is, én még angolról olvastam, és az is érdekes, mert majd fogok ebből mondani, milyen van az érdekes. A DOSZ-nak az örökség és az Irosz-Szentes szín könyvét azt tudom ajánlani azoknak, akiket érdekel az, hogy ez kint a mágusok rajzoltak ki Görögországban. Egész sor látnok és tanító rajzolt ki Szkítiából görögökhöz, az időszámításunk előtti 7.-8. században, és tanították a görögöket. Például a Pitagorásnak a tanítója egy Avar nevű szkíta mágus volt, akit a görögök persze Avaris néven tartanak számon, mert ezt az Osz-Isz végződést mindig hozzáteszik, akár hanem, illetve náluk mindig kell. És tehát azt nyugodtan elhangzhatjuk, és az Avar abban az időben, időszámításunk előtti évszázadokban éppen az írásmód éppen változóban volt, hol B-vel írták a B-t, hol pedig B-vel írták, és a történelmi források, tehát nem az én véleményem lesz, hanem sok helyen még olvasni, hogy ez, annak az eredeti Avar lehetett. Tehát Avarisztnak az eredeti neve úgy van hozhatott, hogy Avar. Na most ez az időszámításunk előtti 6. században Szkítiából ment Görögországba, de már előbb elindultak a szkíta mágusok, hogy görögöket tanítsák. Hol voltak a görögök időszámításunk a 8. században? Hát a teljes írástudatlanságban. Nem tudtak írni, olvasni. Nem volt filozófiájuk, semmiük nem volt. Műveletlenek voltak, illetve szegények, azt lehet mondani, hogy egy tragikus sorsba kerültek. Trója ostrom után ők elfoglalták Tróját, de olyan világfelfordulás tört ki. Tróját annak idején úgy hívták, hogy a világ tüköre. Az volt a világ szellemi és kulturális központja. Nem görög, hanem egy lovas kultúra tartotta fel. És ezt a görögöknek sikerült csellel vagy valamiféle cselvetéssel elfoglalni, és olyan világfelfordulás következett be, hogy a görögök 600 éven keresztül nem tudtak írni. És hogy tanultak megírni? Azt írja Bertrand Russell, hogy a görög kultúra hirtelen fölemelkedése a semmiből az emberi történelemnek a legcsodálatosabb jelenség, a legérthetetlenebb jelensége. Hogy tudtak ezek, akik még írni, olvasni se tudtak, hogy egyszer csak egyik nap a másikra hirtelen megtanultak írni, olvasni, és egy olyan magas kultúra hoztak létre, ami magasabb volt, mint az összes többi ér a környéken, akik beleférnek a nyugati történelem keretei közé. Akik előszeretettel csak a valóságnak az egyik felét igyekeznek ismert valóságosnak föltételezni, és azt, amelyik pedig az emberiség fölemelésén dolgozik, azt pedig igyekeznek kirekeszteni, és eltüntetni a nyomát is. Na most az időszámításunk előtti 7. században megnyitották a szkíták, addig lezárták a Fekete-tengert és a kereskedelmet a görögökkel. A 7. században úgy döntöttek, hogy megnyitják a Fekete-tengert a görög kereskedelem előtt, és elkezdtek velük kereskedni, és elindultak a szkíta mágusok tanítók görög földre, és 100 év múlva már Thales elkezdte tanítani azt, hogy ő keresi az első elvet. Nem mondta, hogy hogyan jutott odáig, hogy léteznek első elvek, mert ez a számára nyilvánvaló volt, akkor úgy látszik, hogy azt már tudta, hogy első elvek léteznek, de ő aztán elkezdte keresni, mit lettek azok az első elvek, és aztán megtalálta a vízben, hát a víz az nem első elv, ugye, mert az első elv az olyan, mint a fizikai törvény, szellemi természetű, az nem látható, nem fogható meg, de Thales ezt nem tudta meg, hogy annyira materialista volt. A nehéz viszonyok között sajnos a materializmus eléggé hajlandó elterjedni, amikor az embernek a mindennapi betevő érvekre foglalkozni, és nem tud mással, és ők sajnos ilyen sorba kerültek, mert egymás után, ahogy Josephus Flavius írta, egymás után érték őket a csapások. A történelmi csapások évszázadokon keresztül. Tragikus sorsok éltek át, de aztán a szkíták megnyitották a Fekete-tengert, és elkezdtek rajzolni a szkíta mágusok és tanítók görög földre, és ők lassanként föltalálták a filozófiát, lassan, gyorsan megtanultak írni utána, és gyorsan kialakították a természettudománynak a veszélyét. Sok olyasmit, ami egy egységes rendszert alkotott, és az csodálatos, hogy lehetett ezt ilyen hirtelen elfelejteni. Én azt mondom, és több tanulmányt írtam erről, hogy ez kimondottan a szkítáknak köszönhető. Tehát a szkíták voltak azok, szkíták olyan magas tudományára tettek, ami messze felülmúlta a görög azt is, amit a görögöktől tudunk.
Na most Diogenes Laertiosznak megjelent a könyve 2005-ben magyar fordításban, és ezt a könyvet is eredetiben olvastam, és abban szerepel az, hogy azok a mágusok, akik kirajzottak Szkítiából és Egyiptomba is megtelepedtek, mert Thomas Malley azt mondja, hogy a mágusok a legőség tanító nemzetség, kétségbe vonhatatlanul az emberiség legőség tanító nemzetsége. Tanítók. Vannak tanítók, vannak, akiknek az volt a feladatuk is. A évezredeken keresztül azt, abban állt a tevékenység, hogy tanították az emberiséget. Ezeket úgy hívták, hogy mágusok. Tehát ezek felemelő erők, nem rabolni mentek oda, nem elsajátítani másnak a tulajdonát, vagy egy olyan cserét, üveggyögyöket adnak és elveszik a földet, meg a kényírjátok a népet, hanem azért mentek, hogy tanítsanak. Ilyen is van. És ezek léteztek, bár most már nem tudunk róluk, de a 19. században még köztudomású lehetett, hiszen Alexandre Dumas egy ismert szerző, és ő a könyvében azt írja, a Királyné Nyakkifeszén a könyvében, azt hiszem a 20-valahanyadik oldalon, azt írja, hogy ha meg tudod gyógyítani a halálos beteg barátomat, akkor kidoboltatom, hogy te a méd mágusok tanítványa vagy. Tehát úgy látszik, hogy 1840-es években még ez köztudomású volt, mert senki nem magyarázta a könyvben, hogy ez mire gondol, hogy a miért mágusok azok sokkal magasabb tudásra rendelkeznek, mint amit el tud képzelni egy szegény, nyugati, barbár, illetve civilizált ember. Úgyhogy, de aztán azóta annyira fejlődött a civilizáció, hogy most már nem tudunk ilyen dolgokat, amiket még 150 évvel ezelőtt tudtunk. És a Diogenes Laertiosz, aki időszak után 200-ban, Pécsas körül írt a görög kultúráról és filozófusokról a művét, azt írja, hogy a mágusoknak a tevékenysége elsősorban az életjelenségek megismerésére irányult, és mindent, ami nem közvetlenül a lélekkel függött össze, arra csak is természettudományos magyarázatot voltak hajlandók elképzelni. Tehát a szél, az időjárás magyarázatra és itt és a sorolja fel. Tehát a fizikai dolgokra csak is fizikai magyarázatot adtak elképzelni. Tehát akkor innen vették a görögök a természettudomány eszméjét, a mágusok, mert ők tanították ezt. Na most megnéztem a magyar fordításban, hogy jaj, de hogy megvan most magyarul, akkor majd megkeresem a dolgozatot, akkor most már a magyarra tudok hivatkozni. A mondatnak az első felét megtaláltam, a második felét, amiben éppen az érdemi részt volt, nem találtam, mert 2005-ben olyan időket élünk, hogy ez a mágusokról való tudás, ez nem időszerű magyaroknak, magyar olvasóknak. Többi ország olvasói, ha olvassák, nálunk nem lehet. Inkább meghamisítják, megengedhetetlenek különben, akár még, hogyha jó szándékok, nehogy még megbolondít bennünket azt, hogyha még tudjuk az igazságot, hogy mi magyarok ne tudjuk. A többiek tudhatják, a szomszédok, románok, angolok, mindenki tudhatja, nekünk azonban nem szabad. Ugye, mert hát nem tudom, hogy miért nem. De ez teljesen megnyertetlen, és annál is furcsa, ugye, vagy talán éppen ez indokolja, mert a magyar őstudásnak a tudósait úgy hívták, hogy mágusok. És akkor egyértelmű, hogy azért, hogy se nem tátor, se nem sámán, ezek mind ilyen mesterkedések, hogy elfedjék azt, ami volt, és ahogy valóban hívták a kortársak, mágusoknak hívták a magyar őstudásnak a tisztségviselőit. És ezért úgy látszik, hogy meghamisították, hát nem tudom, hogy fordulhat ez elő, majd most 2005-ben, de sajnálatok ezt megalakítanom, hogy nincs vége még ennek a gyakorlatnak. Hanem továbbra is áll az ütközet a valóság ellen, azok körében, akik a valóságot nem akarják elfogadni, hanem el akarják fogadni. Következőt, kihasználtam. Igen. Na akkor láthatjuk tehát most, hogy voltak fölemelő erők a történelemben, és még ennél sokkal többet lehetne mondani a hunokról és a hunmágusokról, és a hunmágusok jelentőségéről, de most ebben mennyi az idő? Most már 8:30 lesz. A könyvben majd benne külön nagy, azt hiszem 60 oldalas fejezet lesz erről a kérdésről, a mágusokról, és ezt mindenki olvashat bővebben. Hát látni kell, hogy van az emberiségnek egy másik fele is, hogy egy másik történelmünk is van, amely jelenleg be van tiltva, azért, mert itt a jó és a felemelő erők dolgoznak. Látni kell ennek a valós jelentőségét, és minket csak azt fog kihúzni ebből a rossz helyzetből, és ebből a világ rossz menetéből, az egyre romló és egyre rosszabb a világ menetéből, hogyha
megtaláljuk azt, hogy hogyan emelhetjük föl magunkat, hogyan húzhatjuk ki magunkat a bajból. Ehhez viszont felemelő erőkre van szükségünk. Tehát az egész emberiségnek, nem csak a magyarságnak, az egész emberiség csak akkor fog kerülni a csávába, hogyha megtanulja a felemelő erőket megismerni, és a felemelő erőkkel élni is fog tudni. Köszönöm szépen!